Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Morning Show, Nagy Őszi Road Show, az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. Igen, kívánom mindenkinek, 6 óra után vagyunk, pontosan 15 percen, egészen pontos, halálpontos kezdés, 4:45-kor, gyerekek. Belecsapunk a húrokba. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Jó reggelt, Esztergom! Drága Esztergom, ugye nem harapunk ám, először vagyunk, nem, de nem gyertek, harapunk, nyugodtan gyertek, közel, egy kicsit gyertek, közel a papához, na. Egy, nyugodtan. Hát igen. Gyertek, igen. Hát itt vagyunk. Na, elvesztettük az Esztergom szüzességünket. Én már tegnap este a minibár előtt érdem. Itt vagyunk Esztergomban, igen, és hát megjöttünk, már pirkad, és jó idő. Jó időnek néz ki ez és ma reggel. Hogy, és hogy megvillant rögtön a klasszikus műveltség, ugye pirkad? Ugye? Hát ki használ manapság ilyen szavakat? Csak egy ex-műveltségi betegedő műsorvezetés. Én vagyok a motoros. Gyerek, már pirkadni látszik a horizonton. A horizonton. Úgyhogy itt vagyunk, megérkeztünk nagyon sok mindennel, felszerelkezve. Igen. Hát Suzukikkal leginkább, hazahoztuk bizony őket. Boldogabban jöttek a város felé, mert ugye egy része itt készül. Konkrétan igen. Esztergomban szeretnénk látni, hogyha valaki ott dolgozik a gyárban, majd beszélgetünk egy gyárban? Tényleg? Melyiket rakod össze te, úgyhogy nagyon jó volt tegnap erre felé jönni. Mindegyik itt készül? Mindegyik típus? Nem. Nem? Nem, a Vitor az például japán. Tényleg? Tudomásom szerint, igen. Hát majd elmondják. Illetve az is, amit te kaptál. A Jimmy? Az Ámbó család? Igen. Az Ámbó család öröksége? Igen, Jimmy? A császár húzta meg az utolsó csalva. Igen. Na, hát Feri közben már szágul. Na, megkérdezem, ha már itt van. Na, nincs szervasz. Olyan közel a gyár. Ja, nincs nem olyan a közel a nyár? Illeg? A gyár. Na, anyád. Itt volt a nyár. Szia! Halló! Keresztnevet? Levente. Levente, melyik nem itt készül? A Jimny és a Celerio. Tessék! Hoppa! És a Vitara az itt készül? Persze. A Vitara itt készül? Van, ez az új modellünk. És és a Jimny hol készül? Hallottad? Várj, azt mondja, ez az új modellünk. Hm? Tehát, hogy magáénak érzi a fiatal ember a dolgot, de tök jó, igen, ez tök jó. Egyértelmű. A Jimny hol készül? Csepelen? Nem akarok hülyeséget mondani, azt mondom, India vagy Japánban talán. Ja, India vagy Japán, nem? Na jó. Biztos vagyok benne, hogy valamelyik modell Japánba készül, mert elolvasnám a prospektust. Hát vagy a Japán, japánoknak elhiszük. A Indiában készül. A japánoknak elhiszük, csak nekem nem. Olyan autód már van, ami Indiában készült otthon, illetve nem otthon, hanem a szerelőnél, mint tudjuk. De. Nem tudom egyébként az hol készül. Indiai a tulaj, maga a Tata, ugye a Tata koncert, de hogy ki hol készítik, azt nem tudom, hát ez ettől függ, az Angliában készül. Tatával jársz. Tata. Hát Tata a tulaj, de hát a Volvo-nak is például kínai a tulajdonosa. Azzal se járunk, tehát de egy Tata. Na csak mondom, hogy a Volvo is ugye svéd volt, de már eladták. Hát a fél világnak kínai a tulajdonosa. Hát a másik igen. Na, hát nem tudom, hogy követtek-e bennünket Instagramon, de el akarok mesélni egy történetet, mert meglepő, és szeretném megkérdezni, nektek is hasonló volt, tehát ti tudjátok, mert te este lefekvés előtt mindig csekkolod az instás képeimet, hogy miket teszek föl. Csináltam egy nagyon szép képet egyébként Esztergomról, pont a bazilikáról, mert gyönyörű, a bazilika tövében kép. Egyedül költöttem ennél el. Ennél közelebb még soha nem jutott Balázs a bazilikához. De voltam, én a nagymamámmal voltam itt, és bejártuk a bazilikát. Ne, gyere Balázska, itt rá tudunk pisilni. Nem teljesen ebben. Nem volt hülye, csak a nagymamám volt. Nagyon sokat voltunk. Mindig tavaszi meg nyári szünet, de elmentünk vele különböző csak Magyarországon található városokba, és egy hetet ott töltöttünk. A tesóm, én és nagymamám. Ez volt a feladat. Én hiszem, ezek a városok más országokban talán nem biztos, hogy megtalálhatók. Nem is azért, hanem, hogy nem külföldi nyaralások voltak, és Esztergom is itt volt, felsétáltunk a Golgotára, ami itt van egyébként, elmagyarázta, hogy mitől Golgota, a Golgota meg hogy, meg mi a története. És a bazilikát is meglátogattuk, nem is az a bazilika alatt van egy étterem, ott költöttem el szerény kis vacsorámat egyedül. Mi van bele? Ott költöttem el, most, hogy pirkad a hajnal. Így van, ki az a Krúdi Gyula? Révedezve visszatekintek a múltba. Szerény kis vacsorámat elköltöttem, a vecsernyémet, 3-4-6-kor, ahogy kell. Egy kijöttem, csináltam egy isteni képet a bazilikáról. Nem azért mondom, de van hangulata, nincs megefektezés. Azért tényleg szép. Tényleg szép. Azért tényleg szép. De nem is ez a lényeg. Megérkeztem a szállodába. Ja, ez még nem a sztori volt? Én már most bolondulok ér. Én már kész vagyok. És az ágyamon, igen, a következő fogadott. Törölköző köntös hegyek, és egy leírás, hogy mit kell csinálni a törölközővel, ami nagyjából így szól, kedves vendégeink,
Tájékoztatjuk önöket, hogy a szobában az alábbi textília készült bekészítése. Két darab kéztörlő, két darab fürdőlepedő, egy kádlepedő, wellness használatra két fürdőlepedő, két fürdőköntös. Tájékoztatjuk önöket, hogy a szobába bekészített fürdőköntös kauciójaként, szállodában köntösönként 5000 forintot terhelünk. Ráadásul a szobaasszony kicsekkoláskor megcsinálja a leltárt, úgyhogy mindent tegyek vissza az eredeti helyére. Óriási. Mert ha valamit nem találnak ott, ha valamit nem találnak ott, akkor bizony abból balhé van kicsekkolásnál. Kinyitottam a szobám ajtaját reggel, és négy szobaasszony vetette be magát. Máskor kicsekkol! Induljatok! Szóval, és hogy 5000 a köpeny? A 5000 a köpeny, de minden törölköző, és tényleg leszámoltam, nehogy aztán véletlenül már az elején kevesebb legyen, és megvádoljanak. Minden törölközőt leltárba vettek. A biztonságkedvéről tettél még két Hotel Divinusost is, még Debrecenből. Igen, két Korzo hoteles Pécsről. Figyelj, készültek rám. És finoman jelezték, hogy tudjuk, hogy hány törölköző van a szobában. Nektek nem volt ilyen? Nem, ez az, hogy ettől működik egyébként rohadtul a sztori, hogy mi nálunk nem volt semmi nem ilyen. Volt. Nem. Lenne? Mi nem lopunk köntöst, mi nem lopunk törölközőt, mi tudjuk, minek hol a helye. Kérdeztem a probostájukat, hogy volt nektek, és hogy nekik se volt. Akkor kezdtem gyanakodni, de azt hittem, hogy nektek nem, betették. Jó, hogy nem úgy volt, hogy kedves Balázs. Figyelj, hát azért ez elég szemtelen. Megelőzött a hírnevem, ha lehet így mondani. De betették, hogy tudjuk, hogy lopsz. De innen nem fogsz, kisköcsön. Nagyjából ez volt. Nem, nekem olyan volt, hogy a hűtőben található frissítők ebben a kiszerelésben bolti forgalomban nem kapható. Kérjük, igen. János, ne cserélje ki őket. De igen, olcsóbbra. Nem, kedves János. A tetyó már zárva van. Nem tudsz kimenni az őszilevet visszapótolni. Úgyhogy idd meg, vagy ha megittad, fizest ki. Szóval jelezték, gyerekek, hogy ne lopjak törölköző. Nagyon jó nagyon fejek. Korrekt, finoman. Szerintem. A szálloda tulajdonosai a tudtomra hozták, hogy óvatosan. Kedveljük, szeretjük, igen, imádjuk, sok sikert kívánok további felfutásra, ne lopja el a törölközőinket, legyen kedves. Hát ez elképesztő. Annyira rögtem, már mondom, ezt felrakom. Felrakom Instára, úgyhogy archiváltam és feltettem. Instagramon kövessetek bennünket, mert nagyon sok extra tartalom van. Az biztos egyébként, hogy Esztergomban nagyon sok kedves hallgatónk van, nagyon sokan szeretnek minket. Én abból következtetek erre, hogy engem már a szálloda portáján már ma reggel várt egy meghívás egy jótékonysági futóversenyre, meg amikor a szobánkba bementünk, szerintem nálatok is volt egy Lint Tamás nevű sráctól egy-két ilyen kis ajándék, aki kavicsokból, dunakavicsokból készít ilyen kézműves termékeket. Bizony. Láttam, el is hoztad a gombádat. Nagyon jól fog mutatni. Ez az, amit a kutya nem tud megenni. Ha megeszi, akkor nagyon csúnya székrekedése lesz, de nagyon helyes ilyen kis én nem tudtam, mi az, és ott hagytam a pulton, mert azt hiszem, hogy kell. Én nem mertem el, azt hiszem, hogy kell. Figyelj, én már inkább mindent ott hagytam a fogkefémet is, nehogy aztán kiderüljön, hogy a szállodája a fogkefé. Figyelj, én tényleg, tehát hogy nem, hogy nem hoztam el, nem nyúltam semmihez ezután a levél. Azt mondja, hogy én egy kerti gomba vagyok, Esztergomban, két darab dunakavics, melyet a természet anya szülte földre. Fogadjátok sok szeretettel egy állandó hallgatótoktól, Lint Tamás kavics kézművestől. Ez alapján gondoltad azt, hogy biztos, nem olvastuk nem el. Nekem, el. Nekem egy ilyen papír se adta. Én nem mertem kinyitni a minibárt. Tehát én bekapcsoltam a tévét, visszaraktam a távirányítót a helyére, kivasaltam a törölközőket, amiket használtam, és kijöttem. És kijöttem a szobába, nem, hogy nem mert a gombához nyúlni, meg kézműves termékekhez. Hát a tenyeremből ittam, nem mertem a poharat használni, nehogy kiderüljön, érted, hogy esetleg megvádolnak azzal, hogy elloptam a poharat. Én ott hagytam, ha azt nekünk betették. Igen, az a mi ajándékunk volt. Na, majd jövőre elviszitek. Megyünk érte. Hát idefele meg ugye Ferivel jöttünk, és megálltunk Tinnyén, mert hát kiszúrtuk azt a fantasztikus Szent István homokszobrot, ami augusztus 20-a óta ott áll egyébként a településen. Valamit én láttam valamelyik magazinműsorban, nyilván a fókuszban, hiszen csak többi csatornáját nem nézem. És Monostori Ferencnek az alkotása meg lehet nézni a Facebook oldalunkon, megdöbbentő. Tehát, hogy egyszerűen csodaszép. De milyen embernagyságú, vagy mekkora? Hát nem embernagyságú, az én magasságom. Na, hát akkor tehát látod meg. Igen, egy picit alacsonyabb, mint egy ember, tehát akkora, mint én, és de tökéletes állapotban van még mindig, augusztus 20-a óta ott áll, szépen körbe van kerítve, és fantasztikus, mert ugye az egész ország látta már, de hát amikor így élőbe kiszúrtuk, mondta a felé, álljunk meg, menjünk vissza, mi történt? Ott egyébként csak mondom, hogy úgy jöttünk végig, azon megint a fél országon, hogy nem tudtam tankolni, igen. Mert csak olyan kút volt, ahova nem volt kártyánk. Mi történt? Akkor, gyerekek, Tínyén már imádkoztam, mondom, jöjjön már egy nem mi kutunk, hanem valaki más, mert meg kell állnom. Na, Tínyén még gyere, de forduljunk vissza, mondom, Jani, nincs benzinünk, tehát nem for, de menjünk vissza, jó, visszamentünk, és akkor fotózkodtunk Szent Istvánnal magával. Az menő. Valami turpisság van benne, mert hogy az augusztus 20-a óta se eső,
ő nem érte se, vagy nem tudom, lehet, hogy így vigyáznak rá tinyeiek, tehát hogy valami kell lenni titkos, az anyagban. Titkos recept, illetve hogy Balázs mondaná, recipe. Hát az más. Recipe. Jó van, de akkor simán átértetek. Simán, 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 és hát egy gyönyörű helyen vagyunk. Most én amúgy is nagyon szeretem Esztergomot, de mindig szokták mondani, hogy János, te mit nem szeretsz ebben az országban, hát én nagyon-nagyon sok város szeretek, többek között Esztergomot is, mi biztos, hogy vissza fogunk jönni, mert ez, hogy 5 órakor besötétedik, és nem tudsz elmenni sehova, és nem tudsz megnézni gyakorlatilag semmit, ez azért felháborító. Ti hogy nagyon szép helyen vagyunk. Szentendre át a hegyen, és akkor Visegrád felé? Nem, hogy? Nem. M1-esre, M6-oson kijöttünk, M0, és akkor Zsámbék. M1-es, Zsámbék, tök Perbál, Tínye. Nem tudom, mondjatok még valamit. Tök pince sorai. Kígyós, az nem fél óra homoszorai. Milyen fél Pécsről, fél óra? Nem, a nullásról, a hatosról, a nullásról. A nullásról körülbelül. Fél óra? Körülbelül. Az miért te bementél a városba? Én bementem okosan a városba. Én lementem az alsó rakparton, kimentem Szentendérre, átmentem. Ez otthon tőletektől, ugye? Igen, tőlünk a nullástól, igen. Átmentem a hegyen. M1-nél följössz. Arra vitt volna a GPS, csak vitatkoztam vele, mert azt mondtam, hogy szerintem nincs igazad. Kicsit olyan voltam, mint János. Most nincs igazad, szerintem tévedsz. Én emlékszem. Bírád felüld magad. Emlékszem, hogy egyszer Szentendre felé jöttünk Esztergomba. A következő kereszteződésnél forduljon balra. De hogy fordulok balra, ne vicceljél már. Hát, hogyha itt jobbra elmegyünk, akkor átlagok. Én tudom, voltunk erre annak idején. Figyelj, lementem az alsó rakparton, végig az alsó rakparton, kimentem Szentendrére, másfél órát jöttem. Kis főváros vonzása, semmi értelme nincsen, de nem baj, megszeretted az autót, ez jelent. De Feri is egyébként, tehát én javaslom, nem is kell javaslom, mert szerintem már a Suzuki vezérigazgatóságon azon gondolkodnak, hogy az S-Cross-nak lesz egy Rákóczi Edition-je, mert azért a Feri elég ügyesen tolja ezeken a kis én megszeretem, kis szuhangépet. Nyomja neki. Nem váltottál hármasban, nem voltál. Elindulunk Pécsről az autópályán, egyszer csak beér mögém egy Suzuki. Nem mondom, ez akar valamit, itt verseny lesz. Fölkúsztunk 130-ra. Verseny lesz, ha biztos. Hát, gondolta Feri. Ez illetve nem gondolta. Érted, azt, és rohadt idegesítően 5 centire jött mögöttem az ember. Na mondom, akkor rányomok egy kicsit. El is indultunk, nem mentem gyorsan, tudjátok, hogy betartom a szabályokat, tehát nincs izé, mondta a kolléga, hogy állítólag úgy előztem meg, hogy záróvonal és még nem tudom milyen tábla volt, mondtam, hogy én nem látok, tehát hogy engem nem zavarnak ezek, ki van írva bármi, szemüveges vagyok, és tapadt rám a rohadék, de akkor még nem tudtuk, hogy kicsoda, úgyhogy mentem, visszaállok megint a rendesen, miután lehajtok, egyszer megint ott van, már mondom, hogy Janinek, fia, ez idegesítő ízik. Csak ki ez itt mögöttem, majd most reggel mondja a kolléga, hogy próbáltak utolérni, és próbáltak a tempót tartani. Tényleg? Igen, de mondtam, hogy bocsi, akkor elnézés, hogy beszóltunk, bocsánat, a középső újér és egyéb dolgokért, de mi konvojba jöttünk egy darabig. Én megnéztem, mennyi a vége, 180 a vége. Hát a tiédnek, de az enyém már jobban be van járatva. Igen, 2 bizony. Hát, na. Igen, 180, a lejtőn egy kicsit 190-ig tudtam küldeni kettesbe. Úgyhogy egészen jól, egészen jól bírta. Mondom egyébként, hogy a sponzorunknak itt vagyunk 10-ig, 20-követ 11-ig, addig be tudják a Ferének a kocsiját bukó csövezni. Itt áll itt oldalt, egy fél utcával lejjebb. Most nagyon jó lesz Esztergomig, mert itt hátul megyünk. Vagy Győri. Nem, Győrig, bocsánat, igen. Ott akarunk menni? Ott. Jó. Jó, ez ilyen kis utakat szereti. Az lehet realizni. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Györgyi pillanatait mutatjuk meg, nagyon szeretjük. Illés István éve botlottunk Pécset, hát ugye szenzációs alak volt. Aki tudja, hallotta, és vagy aki hallotta, tudja. Hát egy gagman, egy született showman volt a néni. De teljesen váratlanul kiszúrtuk. István néni, a legnagyobb sztár. A legnagyobb sztár volt Pécset. Imádják. Az Instagramon is, meg a Facebookon is. Kiosztott minket, igen, rendbe rakott minket, és hát nagyon nagy dumát nyomott. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt pontosan, 2 perccel, hát imádtuk. Nagyon aranyos. Istvánné néni a legnagyobb forma volt. Ja, abszolút, abszolút. A legnagyobb forma volt. Szívem szerint mindenhova vinném. Így nem? Van, vagy keressük igen. Meg a helyi Istvánné nénit. Van itt egy Istvánné néni, akkor szóljatok neki, hogy jöjjön ki. Igen. Na, jól van. Nákos elmondja a legfrissebb híreket, drága esztergomiak, ébredezzetek. Ha valaki akar jönni, akkor jöjjön. A helyszínünket már is mondom, hogy hol vagyunk egészen pontosan. Azt mondja, ez a Széchenyi tér, a Rákóczi tér felüli végén vagyunk. Jó, melyik hát... a Rákóczi tér? Igen, igen, az ott. Az itt, ez meg. Jó. Az ott a Rákóczi tér, mi pedig akkor itt vagyunk, ugye, a Széchenyi téren, úgyhogy könnyű bennünket megtalálni. Jó, tessék, szelfizni a Suzuki-kkal, bemutatni a hostess csajoknak, és aztán
hát kitölteni a kis szórólapot, ugye, vagy jelentkezési kérdőívet. Így van, pontosan. Ja, és elfelejtettem megköszönni természetesen, mivel közel van ugye Szlovákia, kaptunk megint egy nagyon mennyiségű studentska pecsetet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük három félét ebben az esetben. Ennél, is. Így van. Szeretem a studentska pecsetet, nagyon jó. Az nagyon jó, a legjobb szlovák csoki. Nagyon jó csoki, köszönjük. Igen, na jó van, jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 10 perc múlva pontosan. 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, már nagy gyerekek, pitmallik. Igen, ezek már nagy gyerekek. Abszolút, abszolút, világos van már itt Esztergomba. Esztergomba világos van, oda a sötét, és... Azt láttátok annak a házak a tetején mennyi galambül? Annak mutasd, mi az oka? Valaki tényleg. Mondja meg. Nem, nem látod. Hát jöttek a kitelepülésre. De nézd meg, csak annak a háznak a tetején tele van galamba. De csak ott, egyik háznak a tetején sincs ennyi galamba. Onnan, csak onnan látszol jól. Látod, ők is arra voltak kíváncsiak. Tehát kiszúrtak bennünket, igen? Aha. Ez érdekes. Hát, lehet, hogy nem tudom, felment egy néni teregetni, azt ott maradt és... Csipegetnek. Na, na jó van, oké, itt vagyunk, Esztergomban a Széchenyi tér, Rákóczi tér felől kell megközelíteni minden kedves esztergomit, illetve az Esztergomban ma reggel áthaladókat is várjuk szeretettel, ha akarnak nyerni egy Suzukit, meg akkor is, ha nem, köszönjük. Na, mi pedig játszunk már, itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggel. Szia. Hello. Hogy hívna? Bernadett, Betty. Betty, hello Betty. Honnan jöttél, Betty? Lábatlanról. Lábatlan. Az nincs innen messze, nem? Nincs, egy ilyen 25 kilométer. 25 kilométer. Mivel foglalkozom? Itt dolgozom Esztergomba. Mit csinálsz? Építőanyagkereskedésben értékesítőként dolgozom. És gondoltad, hogy lerabolsz minket, elviszel egy ajándékcsomagot, aztán mész melózni. Ez a terv, ez a terv. És bent elbüszkélkedsz mindenkinek, hogy legyőztél bennünket. Kivel szeretné játszani? Veled szeretnék. Ajaj, micsoda remek választás. Ennyire megittam volna még a kis tácskában, megettem volna a kis szendvicsecskémet. Úgy jól mindenki téged akar, az előbb mi kint voltunk Janival, és mindenki kérdezte, hogy miért nem jön a Balázs. Mondom, elmondhatnám azt, hogy valakinek dolgozni kell hármunk közül, bizony. De gyűlölök ki. Így vagy, rohadékok vagytok, hát gyerekek, SMS-eket jelölök, közlekedést jelölök, adásmenetet nézek, amit népszerűsködnek, csak elmondom, hogy amíg itt futtatják magukat, és népszerűsködnek, és fotózkodnak, addig valaki összeteszi az adást, megcsap az SMS-eket, kijelölöm, tehát itt kemény munka folyik a stúdióban. Ki megy a népszerűsködés, az autogramosztás, az könnyű hírnév, az könnyű hírnév. Melózni, gyerekek, tessék jönni melózni. Ja? Így van. Betty. A választ közben a szponzorunk által felajánlott prémium kategóriás modellek, tehát van itt azért meló. Na indítsd el az órát, inkább ne arcoskodjál. Na figyeljetek akkor. 3, 2, 1, fire! Bettit mondtál? Jól értettem? Azt. Betty, szeretnék kérdezni, vagy kérdezek én? Kérdezzél te. Hogy tetszik eddig a kitelepülésünk? Hallgatsz minket? Igen, minden reggel. Ha meg is vagyunk. Igen, minden reggel. Nagyon hát szépen ennyi. Köszönjük, hogy hűséges hallgatónk vagy, és hogy kimondtad az igent. Pedig igyekeztem, koncentráltam. Keresem hát így élőben még stresszesebb a dolog. Keresem a tapsot magamnak, de megtaláltam. Az esztergomiak tapsoltak. Ha kimentél volna, akkor nagyobb tapsot kapsz. Ennyi megvan. Pedig a kislányomnak egy kérése volt, hogy ne az első másodpercre vérezzek el. Nem az első volt, az ötödik. Jól ismer, hát jól ismer a lányot. Jól ismer valószínű, igen. Mert igen, puszínunk, köszönjük, van egy ajándékcsomagod, jó? Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Puszi, ciao. Gyerekek, Anna már küldi a statisztikát, 30 nyerthetünk, van 2 döntetlen és 8 bukott hetünk. Jaj, ennyi. És ez a hét már a miénk? Vagy még nem? Nem tudom, ha elküldte a statisztikát, lehet, hogy már meg vagyunk. Szerintem igen. Lehet, hogy már meg vagyunk. Igen. Na, ha van friss közlekedés híretek, küldjétek. Azt mondja Anna, hogy még nem. Még nem vagyunk meg. Ha küldjétek a friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show.
7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ferit látom, hol a János? Adjátok vissza elvitte a János. Elvitte a tömeg, valaki zsebre tette és hazavitte. Rámartatok? Szegény Janit, igen. Rámartatok? Dobjátok vissza a kis testecskét. Itt van, nem láttam, hogy... Hogy hol van? Na, itt vagyunk Esztergomban, drága esztergomiak, Széchenyi tér, Rákóczi tér felüli vége, úgyhogy lehet jönni. Nagyon sokan vagyunk már itt az üvegstúdió előtt, itt vannak a szép kis autócsodák is, és nem sokára játszunk. Lányok megszöktek, láttad? Megkapták, amit akartak, és menekülnek. Ez kellett csak nektek, mi? Kihasználtak bennünket, meg és a Jani teste. Eldobnak. Szóval, tényleg csak ennyit kérünk. Gyertek ide, használtak ki minket, aztán menjetek el. Csak mondom, elrepültek a galambok. Igen, csak mondom, igen. Itt vannak gond a fejük fölött. Nézzétek meg. Tényleg fantasztikus. Egy Suzuki emblémát formáztak. Igen. És gyerekek, most 3-2 egy vitara. 3-2 S-cross. Gyerekek, a fejünk felett konkrétan, mintha radaroznának, mintha drónok lennének, egy ilyen 300 galambból álló kis madárraj köröz folyamatosan. Addig jó, nincs potyogtatás. Így van, addig, amíg csak radaroznak. Arra a tipikus magyar jelenségre szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy mi van abban az esetben, ha áll valahol egy autó, és valaki magáénak érzi. Nézd meg, a fiatalember ide állt reggel 6-kor a vitarához, megtámasztotta fenékkel érted, és így fekszik rajta. Persze, nagyon lazán. Azt akarom megkérdezni, hogy már megnyerted? Remélem. Mert akkor megértem a dolgot. Szelfiztél? Igen. Leadtad a szelfit? Le. Az nagy baj, mert azt nem kell, de nem érdekes, tehát van papírod, kitöltötted és várod a nyeremény. Igen. Nagyon helyes. Csak így lehet, hogy az ember megsimogatja, egy kicsit magáénak érzi. Persze, hát nincs hinni ezzel. Hinni kell benne. Tessék? Hinni kell benne, és akkor össze fog jönni. Igen. Ott áll egy hölgy mögötted, ott az autó másik oldalán. Mondjon ő is egy mondatot, csak hogy szelfizette. Kezi csókolom, jó reggelt kívánunk. Nem. Nem szelfizet, vagy nem kíván jó reggelt, ez lett. Haragszik a Balázsra? Nem, de hogy is. Azt hittem, kicsit szigorúan tetszett itt nézni. Igen. Tetszett szelfizni? Nem. Pedig egyelőre csak így nézelődni tetszik egy kicsit. Igen. Piacra vagy piacról? Piacra. Mi a mai bevásárlólista? Még nincsen. Csak úgy improvizálunk. Jó piacos kimegy, és megnézi, hogy mi a friss csáru, érted? De mi lesz? Mi lesz az ebéd? Még nem tudom, úgy hozzuk máshonnan. Ó, hát az jó. De kimegy a piacra, de máshonnan hozott ebédet. Picit nem bízik magában a hölgy, hogy van. Hát, ha nem sikerül. Jó, tessék csinálni selfit, hát ha megtetszik nyerni a Suzukit, jó? Csak nyugodtan simogatni az autókat, szépen körbenézni. Valakik már kiültek kávézni a másik oldalra. Nagyon jó egyébként. Nagyon menő. Itt van egy kávézó pont a Széchenyi téren. Leültek oda, kicsit ott úgy isznak, elszívnak egy cigarettát, és úgy közben nézik, hogy mi folyik itt Esztergomban. Én nem tudom, hogy ránk nyitottak el, tehát hogy ők egyébként is ilyenkor szoktak-e kinyitni, de az tény, hogy itt van egy nagyon kis kávézó, az is kinyitott, a pálinkás hely is kinyitott a sarkon. Már úgy látom, az már világosan a gyógyszertárban is, hogyha esetleg sok pálinka fogyna, és utána lenne egy kisebb berekedés, hogy tudják kezelni, némi hanszaplasztat. Már le is ül. Csak mondom egyébként, hogy ez nagyon jó. Én két hölgyet választottam, amit minden asztalnál ülnek már, kicsit lábat így keresztbe teszed, és nézed a műsort. Nagyon tök szuper. Sziasztok, honnan jöttetek? Hello, Esztergomból. Ez mindig ilyenkor nyit ez a kávézó, vagy ma ránk nyitott, mert tudták, hogy jövünk, és ilyen korán már ki. Mindig kinyit. Hát ez nagyon jó. Ezt jól tudni. 4-8-kor ide lerogy szépen, iszol egy kávét. Nincs véletlenül hemendexük, nem tudod? Passz. 4 napja akarok reggel egy hemendexet enni, nincs. A Feri kigyilkol ezzel, komolyabb készpénzösszeget fizetek adnak. Hoz egy hemendexet, mert 3 napja elszaggatom, hogy bármit kapunk szendvicsit, miért nem hemendex? Mondom, Balázs, mindent el tudsz intézni, egy 3 tojásos lágy egy kicsit a teteje. És ehhez képest én azt gondolom, hogy hát finoman el vagyunk kényeztetve. Az előbb kaptuk ugye a studenska pecseteket, most kaptunk egyébként, azt mondja, hogy mlecsna sokoládát, kaptunk paszta és szendvicsbárból és nagyon jó kis szendvicseket. De azért az a hemendex, az hiányzik. Hát mindig arra megy az ember, ami nincs. Hát én is így ezért vagyok. Halad előre a világ. Csajok, ti tudtok valamit, hogy ebbe a kávézóba járt állítólag Angelina Jolie? Itt volt tényleg? Nem tudom. Nem? Igen, itt volt. Na mesélj, mi történt? De fényképe is van. Így van. Komolyan? Közvetlen Kautsky Armand után érkezett. Hol az Angelina Jolie? Gyere ide! Ha látom, nem menekülj, szia! Hasonlítasz is rá, tényleg itt volt nálatok? Én itt voltam úgy. Mit csinál? Cukrászdánkba, kivérelte a cukrászdánkat, itt forgatott Esztergomban, és a film elején látszik is a cukrászda vagy Angelina? Mind a kettő. Evett egy piskót a tekercset, ivott egy mokácsinót, és... Így egy kulát. A gesnyeg pirét kifizettettétek vele. Hát nem azt evett. Figyelj, és amikor elment WC-re, még a testőrök ott is védték? Tehát, hogy mindenhol ott voltak a testőrök? Nem tudom, mert nem voltam itt, mikor
itt járt Esztergomban sajnos, de a filmet láttam. Érdemes megnézni. Melyik a film? Te tudod, Balázs? Én szerintem ez a háborús, az a háborús az filmje, ugye? A vér és méz. A koszovói mészáros, ugye hát a igen. A nagy háború, ugye a délszláv háborúról az első nagy próbálkozás az Oscarért. Így igen, van. És ha bejöttök, láthatjátok az aláírását. Na is. Ne csináld! És próbáltam magyarul... De, és vannak szendvicseink is. És próbáltam magyarul elmondani, figyelj, mekkora probot nyom. És már 6-on nyitva vagyunk, minom a kávé. Nagyon jó. És én már 17-re jöttem, miattatok. Tényleg? De édes de mi miattunk 17-re? Hát csak 6-kor kezdünk, előbb bejöttél. Tudom. Csak? Hát én látni akartam az elejét is a dolgoknak. Ja, hogy jövünk fel a lépcsőn, hogy nyitjuk ki az ajtót, értem, jó, hát persze, egészen korán kell időni. És Angelina próbált egy magyarul mondani, hogy kérek egy ludlában, hogy ma így. Igen. Próbált valamit egyébként? Mit evett? Jolly kisasszony, mit? Aprós süteményt, pogácsát, ilyesmit. Tényleg? A madárétkű az a lánya, hogy látom az egyébként azzal a 40 kilóval. És először hogy volt ez, hogy bejöttek a testőrök, felmérték, hogy tiszta a cukrászda, és utána megjött Angelina, hogy hogy történt? Igen, ilyen meglepetésszerűen. De jó, és Brad is itt volt? Őt nem láttam, nem, elvileg volt. Igen, itt volt de a városban. De... Brad, come on, nagyon Finchi, Rigo, Johnny, csak... Brad Pitt ott ül a stúdióba. Így van. Jani, nem? De jó, hogy nem én mondtam, mert tőle már nagyon utálja. De aranyos vagy. Nem, lehet, hogy Brad Pitt éppen ott a másik oldalon, abban a kínai ruhaboltban. Így van. És mindjárt valaki hozzátesz, hogy igen, ott ül Brad és Danny DeVito. Nem, ő Jason Statham. Én Jason Statham light vagyok. És ti már így hajnalban kinyitok, ez nagyon tetszik nekem. Pesten nincsenek ilyen korán nyitva a kávézók. Csak egy-kettő. Mert itt dolgoznak az emberek, tudod? Ez a vidék. Ismerkedjetek meg, a budapestiek 9-kor még a dugóban állnak, érted? Na, persze, mert az a pestiek lógatják a lábukat, és soha nem csinálnak semmit, viszont így? A vidékiek dolgoznak. Mi pestiek sosem csinálnak. Korábban dolgoznak. Feri, aki egyébként szintén fővárosi, úgy állítja be a főváros, mint hogyha ott ilyen pénzes zsákokon ülő szivarozott dagadt emberek lennek, akik ez a vidékre hordják föl zsákszámra. Ráérőbb a pesti ember, mint a vidék. Nép, de tényleg, komolyan mondom. Na és hogy hívnak? Mit mondtál? Mi a keresztneved? Zita. Zita, csináltál már szelfit? Hogyne, veled, reggel. Komolyan? Aha. Tényleg, még annyira álmosoltam. Kiszállt a kocsiból, én voltam az első. Te voltál az első, ki ott odajött a sarkon? Igen. Igen, és az autóval csináltál? Mert velem nem lehet nyerni. Hogyne. Vagy velem is nyer, csak ugye simán. Igen? Ja, ő rám mondtad, hogy milyen kellemetlen volt a kis csaj reggel. Ó, azt a... Ne haragudj rá, Zita, még álmos volt. No, látszik a fotom. Látszik a fotó. Én mondtam a gyerekek, amíg feljön a nap, ne szelfizzetek velem, mert rosszak a fényiszonyok. Ilyenkorán nem lehet. És mi a feladatod ebben a kávézóban egyébként? Tessék? Mi a feladatod ebben a kávézóban? Mit csinálsz? Pultos felszolgáló. Pultos felszolgáló. Tehát akkor nem a tiéd a kóceráj. Nem. A kóceráj. Bocsánat, ne haragudjon, kedves tulajdonos asszony, benn van. Kicsit kinézett. Mit csinál Jolly a képem? Nem tudod kihozni, de akasztani a falról? Majd én kiszedem, csókolom. Hol van Angelina? Igazgatja a tangáját. Kivisszük Angelina. Hát, amit nyomja a fejébe a túrós fogácsát, érted, hogy tepertő teszik éppen. Hogy mit... Hát, apám! Na, mit látsz? Várják, én kiviszem neked, hát nem szórakozom. Na, mi van rajta? Nagyon értékes? Két pofára tolja a káposztás hasét. Tessék, ide néz. Azt a mindenét. Ez megint a betyárja. Mit csinál rajta? Vendégünk volt Angelina Jolie. Ide van írva, és valamit idegenül ideírt a kép sarkába, csak én nem beszélek. De fura, soha nem láttam még Angelina térben a fajansz előtt. Meghajtott a ludlám. Látod? Vendégünk volt Angelina Jolie. De hogy az nem ebben a kávézóban készült az a kép? Dehogy nem. Nem tudom elolvasni. Viszont, Tibor, azt írja, hogy Tibor írhat. Tibor? Hol a lány? Tibor írhat. Angelina Tibor? Tu Tibor. Igen, a többit nem tudom elolvasni. Várján, Tu Tibor. Hát gondolom, igen. Thank you, vagy ilyenek. Igen. A nagyon finom magyar rock. Igen. Gyerekek, Angelina szép ezen a képen. Ez itt készült, igen. Ez a kép róla? Na azért mondom, mert mondom, hogy egy fotost is jó, hogy fotózzák. A bakockápolnában. De hogy mekkora sztár, és mégis nagyon milyen nagy. Emberi, nem? Nem. Ezen a képen emberi? Nem úgy értem, hanem hogy bekocog egy ilyen kis helyi cukrászdába, kér egy kis rüzét, egy kávét. De mindig van előtte egy ilyen fotó? Egy ilyen megdizájnolt, nagyon jó fotózott, valószínűleg valami irgalmatlan, komoly fotós által készült, és akkor elhúz a far zsebéből. Tényleg ez hogy van? Hol van? Zita. Van a... Zita, gyere egy picit. Zita, ne pattanj le. Ezt a fotót elővette utána az ügynöke vagy a menedzser, és ott hagyta nektek? Igen, igen, ajándékban mi meg bekereteztük és föltettük arra. De hogy mindig egy ilyen, mindig fotókkal járkál? Így van, ott van, így, hogy hívják, összeengerelve a dekoltázsába, hogy tudod, kihúzza, és akkor...
majd azért a tiszteletetek jeléjű töröljétek már a tetejét a képnek, jó? Kész? Na, Feri olyan, hogy megtalálja ezeket a részleteket, hát ez van. Hát. Az igazi gyilkos, tudod, ő a legnagyobb verszió. Ha bemegyünk... Jó, hát kinyilván magas látja. Zita, ha bemegyünk bennünket is bekereteztek, ha készül egy kép? Simán. Jó, mert visszajövünk, aztán ellenőrizzük. Figyelj, tényleg, rakjatok már be rólam egy képet, hátra a göngyölekhez vagy valami. Léci, csak így. Én a moslékos vödröt vállalom, oda kérem. Na jó van, puszilunk, köszönjük. Visszavigyem, vagy jó? Visszaviszedd el tündér, vagy? Ja, én az eszpresszót édesítővel iszom, Zita. És hemendexetek, nincs élete. Mikor kéred? De ez csak hűlök, nem? Már ittem egy kávét. Köszönöm. Ja, én a melast imádom nagyon, de nem kell összekeverni. Jó, úgy külön-külön is meg. Később is elfogyasz. Nincs hemendexetek véletlenül? Megoldjuk. Ez az, végre. Ott volt a nénye, elszalad a piacra. A nénye. A nénye? A nénye kap kosárba két friss tojást. Hagyjuk a drótot, tudod? Igen, leadjátok a drótot. Puszilunk, Zita, köszönjük szépen. Itt jár Angelina, csókoltatjuk, mondd meg neki, jó? Hogy amikor keresnek egy ilyen helyszínt, hogy kerülnek ide Esztergomba? Tehát azért egy ilyen kávézót... Kérdezd meg tőlük. Hát de nem, egy ilyen kávézót még Pesten is találsz egy ilyen kicsit. Itt forgatott Esztergomba. Ja, az egész film itt készült? Itt készült a film. Háborús övezet voltatok? Elég romos épületek vannak itt Esztergomba, ami sikerült lefelé. Egy picikik kis város képi bírálatot hallottunk, hogy romos a hely. Ja, hogy az egészet itt forgatták. Aha, az itt már. Itt készült a film. Na, megtaláljuk akkor a betűket? Megjátszunk? Hogy ne találnánk meg? Jó. Játszunk akkor egy jó kis játékot, jó? Már is itt vagyok. A címe? A véres Rigója. igen. A mágia rakásos mészárlás. Nem tudom. Egyébként egy nagyon komoly film, tehát a délszláv háborúról szól, egy nagyon, nagyon nehéz, nagyon kemény film. Állítólag nagyon jó. Egyébként dicsérték. Nem láttad még? Én nem láttam. Mi van veled? Igen, nagyon jó film. A legnagyobb pozitív, amit el lehet róla mondani, hogy rövid a stáblista. De ne, hát miért feltételezhetünk, hogy jó filmet csinál egyébként, nem? Ő nem jó rendező azért. Mondod úgy, hogy te szemét alig vagy előítélet, ezt nem is láttad a filmet, egy kockát jó, nem láttam, mert ő nem jó rendező. Csak azért, mert megcsinálnád. Na. Nekem van otthon egy Angelinám. Mondjuk az is inkább. Miki egyébként baromira hasonlít hozzá. Na, itt vannak a játékosaink. Hoppá! Ti mit csináltok itt? Ja, ti vagytok a játékosok. Mi vagyunk a játékosok. Hello! Melyik modellt választottátok? A vitarát. A vitarát. Azt könnyebb kitenni? Nem könnyebb, ugyanúgy. Hány betűből van a vitara? 5 betű. 3, 4. Hello! Milyen autó van a családban egyébként? Hány éves? Azt kellene elmondani. 9 éves. Oh. Hát nem, akkor Suzuki. Megérett a cseréről lassan, nem? Abban a korban van, hogy jó lenne nyerni nektek is egy autót. Szelfiztetek már? Igen, természetesen. Nagyon jó. Nagyon helyes. Töltöttetek regisztrációs lapot? Igen. Jól van, hát most kirakjátok, hogy megtaláljátok a betűket, akkor még nem lesz autó, csak egy hosszú hétvégére. Az is jó. De lehet csekkolni, hogy milyen a modell, és aztán legfeljebb emellett döntötök, ha nem nyeritek meg. Így van. Na. De megnyerjük. Ez a beszéd. Ezt szeretjük. Hol a másik csapat? Itt vannak ők ketten. Ők gyertek ide mellénk. Jó? Sziasztok, ciao. Hello, sziasztok. Kit hogy hívnak? Pali vagyok. Pali? Brigi. Jó, úgyse jegyezzük meg, mert annyi név van állandóan. Én mindig lelkesen megkérdezem, de folyamatosan sok nevet hallunk. Melyik modell? S-Cross. Jó. Na, ássátok bele magatokat, mennyire voltunk ravaszak, nagyon elrejtettük? Nagyon nem rejtettük el, nagyon azt mondják, ami promóciós lányai. Feri, az órádat előkapod? El. Nagyon jó. Annyira ravaszak voltunk, hogy mind a két autóból a betűk a vitarában vannak elrejtve. Igen. Na, akkor indítjuk az órát. Bárhol lehet, ez nagyon fontos. Jó? Menj át a másik oldalra nyugodtan. Jó, és minél temposabban, ne legyetek félszegek, ne féljetek, rögtön kapjatok szét benne mindent, keressétek meg a betűket, mert nagyon-nagyon gyorsan el is lehet veszteni. Állítólag a kárpit alatt is lehet. Igen, van rugós késünk, ha nem találjátok. Hadd öljön a sponsor. 3-2-1, tessék! Rajta! Hogy mondtál valamit? Ja, nem. Jaj! Én úgy izgulok ilyenkor mindig. Felcsúszott valamit. Kicsit a sűrűje is. Kicsit a sűrűje is. Na, közvetítsük csak azért, hogy mi történik, mert hogy nem minden hallgatónk van itt a helyszínen, legyünk profik, jó, ahogy tanultuk. Úgyhogy mondom, hogy jelen pillanatban úgy kell elképzelni a két autót, mint amikor beállsz mosatni, és négyen egyszerre bevetődnek az autóba, tépik ki a gumiszönyeget, apró darabokra szedik az autót, és hát játékosaink egyelőre fekszenek a kocsiban. Óriási. Nagyon jó. Egyébként olyan, mint egy ilyen közúti ellenőrzés, ahol pánikba esetben nincsen állandó a forgalmi. 50 000. Van már
betű? Már igen. Na, igen, igen már kettő megvan a vitarából, úgy néz ki. Egyelőre az egyik játékosunk a csomagtartón keresztül bemászva próbálja megkeresni a betűket, a hölgy játékosunk pedig a hátsó üléseket előre tépve, feltépve keresi a betűket. Én így szoktam a Beni játékait egyébként, mikor már szétkínosz, 4 napja nincs meg a labdája, akkor így megyek le a garázsba és próbálom megkeresni ezt a nyomorúságos labdát. Ezzel az oldalon... találtatok valamit? Hm? Egyes betűt. Egyes betűt, igen. Ez az első? Annyi, hogy tényleg a rugóst kést el kéne tenni, hogy igaz. És pici szépséghiba, hogy a hátsó ajtóról feszítettétek le egy zsebkéssel azt a egyes betűt. Igen, tényleg, tehát igen. Nem ér leszedni a lökhárítóról, jó? Nem jól nem az eskrozban egy darab esbetűvel. Nem, a vitarával ezzel szemben mi a helyzet? Hány betű van meg eddig? 4. Négy! Nagyon jó! Ó, az nagyon jó! A betyárját! Hát úgy izgulok mindjárt. És mind V. Na figyelj, segítsünk, mondjuk meg, hol az ötödik. Nem, ne segítsünk. Jó, azt mondja, hogy hol vannak a betűk? Itt milyen vannak? Betűk? Jó, ott vannak. Azt mondja, nagyon jó, az már négy betű, az megvan. V betű, R, I, A. Egy T betű hiányzik, segítek. Ó, kettő van egy meg az eskrosznál, még csak két betű van. Van ilyen... alágurulónk is, le tudtok feküdni, és be tudtok alágurulni. Hát ha a promóciós lányaink így van. Esetleg az alvázra rejtették. Illetve én még elég alacsony vagyok, 4 kézláb a hátamra is lehet felülni, és akkor begyalogulunk. Fölnyergeljük el itt, és bemegyünk a kocsi alá. A vitarából már csak két betű hiányzik, egy T és egy A. Egyébként én azt vettem észre, hogy a vitarát valahogy könnyebben kirakják. De kettő van benne, ja, tudod. Ezért mondom. Azt hittem, hogy csak egy. Jó, azt mondja, még egy T-t, meg egy A-t kell keresnetek. Ez ma eddig a leglassabb egyébként. Mi van egyébként. Az semmi baj, lejátszuk az Óven bácsit. Hogy állunk? Szólaltassuk meg a játékosainkat, mit mondanak. Hogy állunk? Pali, mennyi van? Mennyi? 4 darab. 4 darab, az is nagyon jó. Mi hiányzik? Sok mit keresünk? Fel. Ó betű. Ó, a kutyapályát. Ó, hát hol lehet az az Ó betű? Lehet besetettük? Elnéztük? Simán lehet. Itt már hátul mindent szétszettünk, egy darab O betű hiányzik, meg és az meg lesz. A vitorában van valahol egy tanulóvezető matrica, azt is elfogadjuk T betűnek. Egészségügyis doboz, megnéztétek? Tényleg? Kérdezem a játékosokat, akik mind a négyen a két autóban eszeveszett módon keresnek. Motorháztető. Ahogy látom, csak... az egyik játékos most érte ki a rádiós magnót, nem baj. A vitarásoknak már csak egy betű kell. Jó. Ez most nagyon kielez a gyerekek. Már nagyon fázunk. Darnyi nem úszott ekkorát Szöulban, amikor a versenyez, komolyan mondom. Egerszegi sehol nincsen ehhez a versenyhez képest. Most konkrétan azon vettem észre, hogy behajoltam én is keresni. Kicsit átszellemültem, láttad? Szeretnéd, ha már vége lenne. Elindultak ezért régi reflexek, tényleg, hogy a gyerek játékait keresem, én is beajoltam keresni. Ez a tipikus olasz tudod, amikor nézed a gyereket, ahogy játszik, és Ja Istenem! Viszik az autót! Az eskrosszosok összekapták magukat! Hol volt az a fránya O betű? Azt mondja, hogy S. Megvan az, jó az. S. C. Megvan, mint. Azaz. Igen. Hol volt az utolsó betű, amit nem találtatok sokáig? Hol volt az O betű? A lámpánál. A lámpánál is, azt nem néztétek meg? Hát nem. Ó, hát kérem szépen, hát azt meg kell, ott kell kezdeni, melyik lámpánál? A közlekedési érintés. Azért mondom. Egyítér sarkán. Jól van, na. A vitarások nagyon szépen dolgoztatok az elején, de az utolsó másodpercben eskrosszék elhúztak, úgyhogy ők tudnak majd választani a modellek közül, hogy milyen hosszú hétvégés autókázást fogtok majd csinálni. Nagyon ügyesek voltak egyik, hogy tényleg az elején nagyon elhúztak a vitarások, viszont ők annyival jobban jártak, hogy ők közben a benzit is leszívták egy slaggal. Igen, illetve elvették a boltkereket. A hosszú hétvége 3 hétből áll. Miért? Mit csinálsz? Hát akkor hosszú hétvégézek. Jó, figyelj, hát ezt lebeszélitek a szponzorral, vagy átütitek az alvás számot, aztán megtartjátok az autót, jó? Gratulálunk nektek! Szeretni fogjátok, használjátok egészséggel. Természetesen a vitarások is kapnak tőlünk egy fájdalomdíjat, egy kis ajándékcsomagot, egy klassz FMS-t. De nem mondjuk meg nekik, hol volt a betű, hadd gondolkozzanak ezen egész hétvégén. Az olyan könnyű lenne, és olyan szép vége lenne, ha most megmondanánk, hogy hol van a betű. És felraknék webkamerát, és jövét kedden még mindig ír azt a betűt. Nézzük, mi történik. Ezt de gratulálunk, ügyesek voltak. Várj, mert most az van, hogy a hostess lányok se találják a betűt. Kérdezem a hostess lányokat, mi a helyzet? Semmi nincs meg a T betűt. Adjátok na, vissza! Esztergomiak, aki éjszaka elvitte bunda, a T betűt, bunda. Istenem, adja vissza a T betűt. Nem sokára rovancs, és nincs meg a T betűt. Ez az állásomba fog kerülni. Jó, hát akkor csináljuk azt, hogy bárki beszállhat az autóba, és megkereseti a T betűt.
Nincs meg a tévetű, lányok? Nem? Aha, baj, valahogy kell lennie. Nehéz lett volna megtalálni, de ha ség? Nincsen. Így nehéz megtalálni, ha nincsen. Értem én, hogy játékosaink reménykednek az óvás, az óvásban, és ebben a hihetetlen reményben kecsegtetik magukat, hogy tudnak óvni. Benne van. Akkor egy rövid hétvége járhat? Uh-huh. Tökre igaza van. Jó. Na adom. Most már elég a tréfából. Aki elvitte azt a tetves tévetűt, most hozza vissza! Ez már nem vicces. Nekünk még Győrbe is kell vennünk meg Pestre. Hogy vigyünk oda tévetűt? Nincs valami konkrét autószalon, aki lenyúlta. Jó, figyeljetek, hát azért, mert nincs meg a tévetű, akkor ti mondjuk két napra elvihetitek az autót, jó? Úgy legyen. Örültök? Természetesen. Na. Jó van. Nem tudom, hogy fog elintézni, de majd valahogy elintézzük. Egy téliesítésre elvihetitek az autót, olajcsere, szélvédőmosó folyadékcsere. Szóljunk a szélsznek, hívjátok a sponsort, baj van, hívjátok a sponsort, kell még egy autó. Jó, egy hétvégére akkor. Tankolókártya is lesz hozzá? Mi? Jó, persze. Autópálya matrica is szállás. Így van. Adtok egy sofőr sapkát. Ez így már rendben lesz. Ott volt! Nincs autó. Hol volt? Üléstartóban. Azt hittétek, hogy van egy autótok hétvégére, ugye? Nem megígértem. Ó, hát olyan szomorú világ ez. Én most akartam mondani, hogy behabozott mellel lemosom a szélvédőt. Egy próbát megért. Jó van, lehet, hogy el tudjuk intézni, hogy egy két napra megkapjátok. Jó, adtok egy sofőrsapkát, én vezetek két napig, és viszlek, hozzátiszlek benneteket. Vágyunk, köszönjük szépen, tudunk vezetni. Na, és még ezt se kell neki, hogy én vigyem őket. Látod? Mivel öt személyes be tudsz ülni középre a két gyerek mellé. Persze, beraktok egy gyerekülés, beülök én ott, adtok egy sofőrsapkát. Nem, a gyerekülést a Janinak tartottuk. De, fent. Így van, jó. Átmegyek még a hétvégén, levágom a füvet, Feri, főz rátok. A füvet nem lesz könnyű levágni, ugyanis nincs. Jó van, köszönjük szépen, szevasztok, köszönjük. Ciao, hello. Na, hát ambíció az van. Az van, de kocsi nem lesz, mert megvan a T-betű. Már majdnem ott voltak, hogy autót kapnak, és elintézzük nekik. Menj arra, én erre, mert erre röviden. Ja. Plusz a beszólások miatt azért csak egy visszavonás lesz. Jó, annyi. Kész, már majdnem hívtuk a szponzort, de így nem. Így van, Csamagocsi úrat. Tessék? Mr. Suzuki, segítsen nekünk. Kéne még egy autó étvégére, Mr. Suzuki. Suzuka. Na, jó, kezdesz kávét lenni. Mr. Suzuka. Én mondtam, hogy ne hír krémli körösket, kávét kérj. Mr. Suzuka, kellene egy Suzuki? Na, mi van most? Jó van, hírezzünk egy picit, jó? Milyen rendes gyerek ez az Ákos? Elmondja, hogy milyen idő van Esztergomban. Ákos ilyen? Együtt él a műsorra. Hallottátok, hogy elmondta, hogy Esztergomban hány fok van? Igen, és eddig minden nap elmondta, hogy hol hány fok van, ahol éppen ilyen vagyunk. De így szerdára meg vagyunk. Most hallotta meg, most jutott el hozzám. Gyerekek, ne küldjétek el többet ezt, hogy kislányt igazoltatják, ki vagy, hova mész, mi van a kosaratban, Esztergomba. Jó? Tehát, ja. Ezt eddig 4000-en küldték el, csak jelentem. Az első 50-nél tetszett. Igen, az első 50-nél még rögtünk. 7:30 múlt. 2 perccel jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 3:48 van pontosan. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk Esztergomban még mindig. A galambjaink jelentem visszaültek a tetőre, egy kör után repültek egy kört és visszaültek. Itt vagyunk a Széchenyi téren, úgyhogy lehet jönni. Lehet jönni egészen nyugodtan. Jó? Reméljük, hogy nem halljátok egyébként kint ezt a recsegést, amit mi hallunk a fejhallgatónkban, és ehhez kapcsolódó lenne egy kérdésünk, ha valakinél van esetleg egy fejsze, balta, fűrész, itt szemben van egy adóton, hogy meg kéne dönteni balra. Annyi, hogy fel kéne mászni, és ledönteni arra hátra, ha ott nincs bölcsöde, iskola, piac, idősnénik, nem mond sétálnak, akkor valahogy ledönteni, és akkor abszolút jók leszünk. Na. Nézzük gyorsan a közlekedés híreket, mi a helyzet az utakon, a Gyömrői úton mérik a kifelé menőket a kőhíd előtt, ez Zsolt küldte nekünk. Bikal belterületén a gyenge ködben igen látványos a lézernyaláb, csak számukra igen költséges lehet, óvatosan menjen mindenki, széna, a WC papír árus küldte nekünk. Aztán azt mondja, hogy szegény Brad Pitt még a mai napig könyörög Jolinak, mert nem akar neki olyan kókuszgolyót csinálni, amilyet Esztergomban. Tényleg. Amilyet Esztergomban evett. Így van. És az a piskóta tekercs. Barack lekváról. Hát az isteni volt.
Nem jár a metró Újpest és az Árpád-híd között, valakinek van valami infója? Zsú kérdezte. Hát egyelőre nem látjuk az SMS falat, bár mondjuk most nagyon sok játék SMS is jön, tehát lehet, hogy az SMS-ek kivételesen elkavarodnak. Figyelj, de nézem. Ha van valami, akkor küldjétek. Jó, János megnézi a BKK-t. Hát figyeljetek, azt írják a legutolsóbb bejegyzés szerint, hogy az M3-as metró újra teljes vonalon jár, köszönjük a türelmet. Uh-huh. Akkor nem jár, de már megjavították. Így van, de akkor ezek szerint sikerült neki megjavítani, amin nyilván ők is meglepődtek. Vagy ázott, beázott, vagy tűz volt? Vagy a kettő együtt, nem? Így tűz van. Volt, és aztán elvitték egy olyan helyre a lángolókocsit, ahol ázik éppen a metrót, eloltották, és ment tovább. Hát, tehát más így, nem nagyon történt. Vagy ázott, vagy bézett. Valami volt. Valami biztos volt. Valami biztos volt. Ja, nagyon finom egyébként a grill sajtos szendvics, köszönjük szépen, de elég. Nagyon, igen, köszönjük. Van, most már tele van az asztal a közös szendvics bárból hozott szendókkal. Nagyon-nagyon sok vagytok, nagyon helyesek. Most már ne. Jó? Kértek szendvicset? Nagyon, tényleg komolyan mondom. Játékosainknak ez lesz a nyeremény. Adunk egy kis szendvicset. Figyeljetek, bárhova elmegyünk komolyan, a helyi cukrászdák, pékségek, sütödék, mindenki azonnal ellát bennünket minden földi jóval. Mára meg vagyunk. Jó, most már nem tudok, tényleg, most már tényleg csak csomagoljatok, vagy tartós élelmiszer formájában hozzátok el az alapanyagokat. Amivel elindultatok, azért ne forduljatok vissza. Aztán hozzátok. Természetesen. Félúton már. Igen, félúton már. Nehogy az legyen, hogy alászeditek kettes padlógáz is mentek vissza. Ne, akkor gyertek el, van egy nagy sátrunk, itt még nagyon jó. Ha jönne a Hemendex, érted? Ha Ferinek végre megérkezne ez a három strucc tojásból készült brutális Hemendex, semmiképpen ne forduljatok vissza. Na, azt mondja, hogy ne hangoskodjatok nagyon, mert Mr. Basta megébred és leszalad és végetek. Itt lakik Mr. Basta? Mr. Basta? Tényleg? Mm-hmm. Ki az a Mr. Basta? Mindjárt elmondják a játékos. Én nem tudom. Én a Mrs.-ről tudtam, csak ő volt a régi barátnője, Mr. Basta. Na nézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Lányok, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Monika? Rebecca. Kinga. Ó, Mónika, Rebecca, Kinga. Mon-Rap King. Fölírja, hát három nevet nem lehet megjegyezni, ne röhögjetek. Hát. Mon-Rap King, ezt írtam így ebben a formában. Lányok, honnan jöttetek hozzánk? Esztergom. Esztergom. Ha. Ja? Esztergom. Mindig érik meglepetések az ember. Igen. És mi újság, hogy telik a reggel, milyen itt nálunk, hogy érzitek magatokat, meséljetek. Hm? Furcsa. Furcsa? Igen. Hirtelen az ember eljön, megnézi egy kitelepülést, ez csak az üvegstúdión belül találja magát, ugye? Ebben a pillanatban érkeztem, határon túlról. Igen? Honnan konkrétan? Muzsla. Ez Párkánytól 10 kilométer Komárom irányába. De várjatok, ti nem egy család vagytok? Nem egy csapat? Nem, kint szerettünk össze egy csapat. Te jó. Tényleg? És ti legalább ismeritek egymást? Én csak hozzájuk csapottam valamit. Jó, te csak így beúvatoskodtál, azt mondja, hát ha van valami, te bejövök a lányokkal, óriási. Hát mondom, bejövök, segítek. Nem, mint hogy egy család lennék, akkor szerintem nagyobb a szesélyünk. Fogd meg a kezem, te hogy fogd, te hogy fogd. Hogy tessék engem békén hagyni. Na, most lálom, mi a szellem, most fél óráig. És mit csinálsz ott a másik oldal, mivel foglalkozol? Ausztriában dolgozom. Igen, a délután megyek is. A betyere. Úgyhogy ez egy utolsó lehetőség volt, hogy jöhetek hozzátok, fiúk. Úgyhogy délután utazom, mint gondozónő. Gondozónőként dolgozol. Nagyon szép hivatás. Az osztrák-magyar barátságot gondozom. Azt is. És selfie-sztél már csináltál? Azért egy esélyt adtál magadnak? Igen, a Ferivel már le vagyunk fotózva. Hát az jó. Én, mint egy Suzuki. Igen. Úgy álltam ott. Majdnem olyan, mint egy Jimny, Feri. De hogy kell az autókkal is selfie-zni, és aztán kitölteni egy kis reglapot. Nem lehet tudni, hogy kit húzunk ki. Bár ugye feltétele annak, hogy valaki autót nyeressen, hogy itt legyen 3-4-10-kor, az nagyon fontos. De? Mert ha nincs itt, akkor ugye húzunk mást, viszont SMS-ben folyamatosan lehet küldeni valamelyik modellt. És hogy pénteken akkor el tudjon jönni Budapestre. Így van. Ja. Tudtok jönni, lányok, Budapestre tényleg? Hát, családba valakit elküldek. Családba valakit elküldesz. Ott a másik oldalon? Hát fölmegyünk, ha úgy. Ti úgy megyetek, hogy felmegyünk? Igen. Aha. Pedig ti vagytok följebb. Igen. Ti vagytok lemész Budapestre, ha már így akarod. Úgy mondjuk, hogy felmegyünk. Igen, tudjuk, tényleg? Hogy úgy mondjuk, persze, hát igen. Nem, de például a pécsiek megsértődnek, azt mondja, lemegyek Pécsre. Ez nekik rosszul esik, hogy nem lemegyek Pécsre, meg hogy ugye nem lehet mondani, hogy vidéki nagyvárosok, meg kikérik maguknak, pedig hát azok vidéki nagyvárosok, basszus. De hát ezen ugye a sok önérzetes vidéki nagyvárosok. Marha érdekes egyébként, hogy tényleg néhány vidéki ember úgy gondolod, hogy ez degradálás. Én például mindig a térképből indulok ki, és hogyha északi irányba
indulok el, akkor mindig azt mondja, hogy felmegyek. Például Esztergomba, felmegyek. Szentendrére, felmegyek. De amikor mondjuk délre indulok le, akkor azt mondom, hogy lepedében semmi degradálás nincsen. Őrület, mi van? Tényleg úgy mondod, hogy felmegyek Esztergomba. Tényleg? Felmegyek. Mikor ma? Hát, nem, ahogy. Sosem mondanék ilyet. Meg azt, hogy lemegyek. Hát nem. Hát nem. Jó, te egy úri hát, ember vagy, ja. De. Na jó, de nézzetek el nekem csak egy érettségém van. Az is csak kegyelem. Na figyeljetek, mutatjuk, mit csinál Óván bácsi, Beru néni. Ti nem tudom, mit fogtok hallani, mert nincs rajtatok füles. Mit nem csinál, hallod? Uh-huh. Hát, harangozik. Harangozik. Jó, te most Kinga vagy Rebeka? Kinga. Kinga, figyelj Kinga, rajtad van a füles, mutatjuk, mit csinálnak. Mit énekelnek, figyelj. De könnyű. Kinga. Mézga család. Így van. És tudjál? Melyik epizód? A Mézga család. Az. De ügyesek vagytok. Hát hogy ment ez ilyen könnyen? Szeretted? Hát persze, ez az én generációm. Mesélje. Abszolút. Hát gyermekeim ezen nőttek fel. Mi is ezen nőttük fel. Van, akkor mi a gyermekeid lehetnénk tulajdonképpen? Hát, 50 éves vagyok. Akkor simán lehetnék a gyermeked. Nem. Hát dehogy nem. Hát, hogyha 5 éves nívar érett voltál, akkor talán, de nem. Hát miért 77-es vagyok? Hát, ha te vagy 38, igen, ő 50, nem. Akkor 12 évesen. Bocsit, belekavartam magam a sztoriba. Hát 12 évesen már. Neked ez semmit nem mond ez a dal, ugye? De. Emlékeztél rá te is? Hát még valami, emlékszem, úgy 3 éves lettem, amikor még néztem. Hát nagyjából, nagyjából. Amikor ismételte a film múzeum. Igen, az M3. M3 anno. Oké, van egy ajándékcsomagotok, jó? Ügyik vagytok. Mindenki kap egy ajándékcsomagot, vagy hát akik együtt vannak, azok egyet, az is spórolunk, hogy ha álljon meg a mellett. Hátul a sátorban felsziszentek, mint harmakat. Ó, nem tudom. Promóciós lányok gyomra szúrták magukat, így van. 2 darab ajándékcsomag, jó? Egy az egyik csapatnak, egy pedig az egyedülállóknak. Jó, jó? Köszönjük. És az egyikben lesz is valami. Így van. Mondjad? Én megosztom a fiaimnak az ajándékcsomagot. Csókoltatjuk őket is. Jó? Így van. Köszönjük, hogy itt voltatok. Puszi, sziasztok. Sziasztok. Hello. Fejhallgatót visszakérjük, köszönjük. És Feri tárcáját is tudod. Igen, és telefon. Kocsi kulcs. Hello. Puszi lányok, sziasztok, köszönjük. Csákomákó. Köszönjük szépen. Ja. Csak egy gyalogos volt, Jani, rád ugat. Ne vegyem minden. Ja, nagy a forgalom, csak a városban. Jó van. Na, azoknak az esztergomiaknak a kedvéért mondjuk, akik a közelben vannak, egyébként mi találkoztunk tegnap olyanokkal, akik nem is tudták, hogy nekünk lesz itt kitelepülésünk, hogyha hallja valaki most, az adja tovább nyugodtan, hogy itt vagyunk, ugye egészen pontosan a Széchenyi téren, a Rákóczi tér felüli oldalon. Így van, keresétek Instagram oldalunkat, tele van mindenféle extra tartalommal, újabb fotók. Újabb fotók készültek fel, teljesen beteg dolgok, más, mint a Facebook, úgyhogy Instán is kövessetek bennünket, ne csak Facebookon. Jó, 5 perc pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, lejárja az országot. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk továbbra is Esztergomban, ez a helyszínünk, itt is vagyunk egészen 10 óráig, maradunk, és reméljük, hogy mindenki töltöget, mindenki szelfizik a gyönyörűséges kis autókkal, és aztán 10 óra előtt néhány perccel kiderül, hogy ki az, aki boldog autó tulajdonos lehet elvileg, vagy hát legalábbis kap egy virtuális kulcsot. Ma, aztán pénteken majd a West End előtt leszünk, ugye november 13-án, a nyugati téri bejárat előtt, és hát ott dől el, hogy ki lesz autó tulajdonos. Koncert is lesz, 10 órakor Vastag Csabi érkezik hozzánk. Vastag Csabi. Menő. Vastag Csaba, 10 órakor. Utolsó, majdnem, hogy az utolsó olyan koncert, amit egyedül vállal a Csabi. Már jövőre csak nagy koncertek lesznek, úgyhogy aki szereti azt a fajta lazaságot, amit ő úgy így nyom, így egyedül előadóként, már csak ezért érdemes kijönni. Így tényleg. Van. A vastagabbik közül a vékonyabbik lesz ott. Így van. Nem már. Hogy egy ilyen gyomorúságos szójátékkal legyünk. Vastag Csabi, így van. És 9 órakor is lesz koncert, amíg ugye hírek megy, időjárás, közlekedés. Addig ugye kapnak? A Super Stereo. Ne, rendesen mondom a nevüket, tegnap csak rosszul olvastam. Super Stereo lép majd fel 9 órakor a West End előtt, az Üvegstúdió mellett, vagy előtt a kis mini színpadunkon. Úgyhogy érdemes meglátogatni mennünket, Budapest, West End nyugati tér. Még ott a helyszínről is választunk majd valakit, aki egyébként kulcs tulajdonos lesz. Azt viszont biztos, hogy nem 3-4-10-kor választjuk. Nem 3-4-10-kor, hanem 9 előtt néhány perccel. Úgyhogy az nem elég, ha valaki mondjuk 9:30-re odajön, gyorsan szelfizik egyet, és tölt egy lapot. Mikor sorsoljuk az éter nyertesét? Az éter nyertesét már csütörtökön. Holnap. Már
holnap, így van. Tehát holnap már kisorsoljuk azon hallgatóink közül a virtuális kulcsot, akik SMS-ben jelentkeztek, hogy legyen ideje, ugye, hát bárhol is van, megérkezni Budapestre. Mert ha pénteken sorsolnánk, érted? Hát igen, akkor már nem tudod eljönni, de jó mondanám, de vagy. Azt lemaradna a kulcsorsolásról, te sok. Életedben még egy kört mindenkinek. Így van. Úgyhogy akik nincsenek itt a helyszíneinken, vagy nem tudtak ott lenni Pécset, vagy Debrecenben, vagy esetleg ma, azok küldjenek SMS-t, valamelyik Suzuki modell nevét, holnap pedig figyeljék az adást, 9 óra után sorsoljuk majd azt a hallgatót, akinek egy napja lesz Budapestre érkezni, és megtalálni bennünket a Westennél a nyugati téri bejárat előtt, jó? Tehát november 13-a, péntek 13. Nem, hoppa, jelent semmi rosszat. Semmi, hát semmi jó, rosszat. Hát abszolút bearanyozzuk valakinek a napját, így van. Így van, az emotionoknak piros betűs ünnep. Igen? Na péntek 13 emosoknak piros betűs ünnep. Történik valami velem, mi? Igen, hát lesz valami tragédia. Úgyhogy ez vár ránk, ez vár ránk. Megkóstoltátok a káposztás hasét? Nem, amit Angelina Jolie evett ebben a kávézóban? Nem. Igen, kétszer kért belőle állítólag. Lányok milyen vidáman kávéznak itt. Tényleg? Hát, nagyon kis vidáman. Mennyire tudnak élni? Beülnek, isznak egy jó láttét. Nincs meló, gyerekek. Se meló, se iskola. Nem? Semmi? Basszus, mondjuk én nem a lányokat irigylem, hanem a srácok. Igen, a négy egyes fölállás van. Egy srác, négy csaj. Ezt nevezem én ideális ivararánynak. Esztergom kicsit olyan, mint egy ilyen olasz, ilyen kis mediterrán kis városocska, hogy ülnek az emberek vidáman, kávéznak, 8:45-kor bámulnak bennünket. Hello, csajok! Akkor nem ide lépek. Hello! Mit isztok éppen? Mi a jól láttam, hát nem eltaláltam, ismerem a kávéfajtákat. Még ilyen távolságból. Igen, látogatáljuk, igen. Finom a latte, jó? Igen. És nincs meló, csajok? Vagy mi a helyzet? De 9-től indul. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Telekommunikációba dolgozunk. Milyen profi, nem mondta a nevét, látod? Nézd meg, milyen. Mi nagyon egy munkahelyen? Igen. Mind a négyen. Igen, csak a csajok. Jó, és a férfi az csak így leült mellétek, hogy hello lányok, van itt egy kis szabad hely. Meghívnátok egy kávéra. A kolléganőmnek a férje. Ó, értem. És nem merted egyedül kiengedni? Vagy mi azt gondoltad, hogy lecsapjuk a kezedről? Nem, hát jobb így hölgyköszorúba szerintem. Ez igaz. Menő? Most kicsit olyan vagy, mint az élet császára. 4:90, ülsz, négy csajjal, vinában kávézol. Ez nagyon jó. Igen, ez menő. Fél háromkor jöttem hozzá a munkából. Akkor már nem vagy a császár. Fél háromkor mit dolgozol? Mit csinálsz? Én kamionozom. A betyárját, akkor keveset vagy itthon, sokat mész, nem? Nem, hát ő belföldön kamionozom. Ja, belföldön. És a feleségedet azért megkérdezem, hogy milyenek a szabad estéid? Most már nincsenek szabad. Mi apa háromkor jött haza, vagy fél háromkor? Hát, átlagosak ilyen. Kicsit van itt valamit akargatni való, na mindegy, nem érdekel, majd beszéljétek meg, ha hazamentetek. A belföldi kamionozás az egyébként nyilván durva, de nem annyira, mint a külföldön, mert amikor elmész 2 hétre, 3 hétre, az keményebb világ azért, azt nem? Azt is csináltam. Csináltad? Egy-másfél éve hagytam abba. Az kemény, az lélekülő, nem? Igen. De ez így teljesen rendben van. Mindig szoktam azon gondolkodni, amikor megelőzlek benneteket, hogy mi a fenét csináltok, de tényleg. Tehát amikor tudod, hogy egy normál autóval 160-nal, ha mész Debrecenbe 2 óra, az 80-nal a kamionnal, tehát én nem tudom, olvastok közben, vagy tévét néztek, mit csináltok? Hát én például hangos könyvet hallgatok nagyon sokat. Komolyan? Igen. Amikor nem alszik. Igen. Ez milyen jó, hogy hangos könyvek formájában elol vagy fölolvastatod idézőjelesen magadnak a kedvenc könyveidet. Aha. Igen, hát főleg, hogy színészek olvassák föl, nagyon szórakoztató. 35 vendek a tök mag, és akkor kimegyünk a világból. Jó. Hagyjuk ezt, ugye ez volt a Rizsa, a feleséged miatt. Beszélj nekünk a Bad Girl Mapről, jó? Tehát a külföldön vagy, nyilván terjed valamilyen formában, valamilyen kis textfájban, vagy ilyesmiben, egy olyan térkép, amin fel vannak... Passzaunál, gyerekek! Igen, hallod, hogyan mi volt te? Nyugodtan utasítsd el, akkor probitáló kérdéseket. Elutasítom. Mondd meg, hogy nem. Akkor kezd úgy a történetet, hogy ismerek valakit, aki... Gyerekek. Olyat többet is. Hát hogyne? Hát olyan durva parkolókat láttam néha külföldön, ilyen kaminos parkolókat, néha még engem is leszólítottak. Hello, Szöszi! Rászol, kicsit átsülésre, mondom, bocsánat, a gyerekkel megyek Horvátországba. Volt a török börtönbe. Még egy körbe állunk, hallom. Yep. Na, szóval a hangos könyvet. Kézzel, de láttam majd, hogy valaki tévézik például. Tehát tévén is szoktam közben. Egyébként még sorozatokat nézni laptopon, meg menet közben, és akkor gyorsan elmegy az éjszaka. Gyertek át szombat este? Felvételről? Kiírom neked. Nagyon jó műsor egyébként. De közben tudsz arra figyelni? Tehát kis vezetés, kis tévé közben. Uh-huh. Természetesen, mivel autópályán megyünk, tehát gyakorlatilag magától megy az autó, beállítjuk tempomatra, és akkor csak megyünk vele, tehát nincs ilyen probléma.
Ez igaz? Ettől én nem nyugodtam meg, gyerekek, hogy 40 tonnás szerelvényekben emberek televíziót néznek. Gyerekek, hát ne áltassak... én megyek előttük. Ne áltassuk magukat, azért a sofőrök, azért a sima autóban is nagyon sok mindent csinálnak. Ugye ott van a telefonod, ott van a gyors étteremben megvett kaja, dugod a töltőt, nézed az SMS-eidet, tehát ezt nem csak kamionvezetők csinálják, ezt mindenki csinálja, nem? Hát vagy sokan csinálják, hogy nem figyelsz a vezetésre. Hogy vezetek, Jani? Dugok én vezetés közben, Jani? Te ott ültél, három napja mellettem ülsz. Nem, látod? Tessék. Nem olvasok újságot, és nem állunk meg gyors étteremben. Rendesen vezetünk. Jó, mondjuk Feri nem is tudsz figyelni, mert ő véges crossozza az egész utat. Tehát, hogy ő gyakorlatilag egy rallinak nézi. Ez az országjelenség számára, ez egy ralli verseny, ami az egész országon átível. Neki ez egy kihívás. Egy zsámbék Esztergom. Meg tudom csinálni időre neked, Jani, hogy legyen idő. Nem, az egész arról szól, hogy minél előbb kitegyél a kocsiból. Jó, hát basszus ember legyen a talpán, aki 4 órát azért tud együtt tölteni, nem? Azért a sok. Hát ott nagyon jó volt. Minden témát kimerít az ember. Jó van, jó kávézás nektek, csajok. Jó, szevasztok, puszi, köszönjük, hogy eljöttetek. Gyorsan egy-két közlekedési hírt nézzünk, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy ha váltak éppen már is mondom, azt mondja, Szabó József vagyok, 20 éves Astrán van. Jól nem van. Baj. Az jó, megérdemlek egy új kocsit. Puszi nektek, írt a József, ezt puszi nektek. Nem vált kékre, de most igen. Dunaharasztiban a Némedi úton a vasúti átjáróan egy 3-as BMW és egy terautó ütközött, rendőrök terelik a forgalmat, minden környező utca beáll, Doolittle küldte nekünk. M3-as 58-as kilométer Budapest felé, teher külső a középső sávban. A Gyömrői úton mérik a kifelé menőket, a Kőhíd előtt, valamint Bikal belterületén a gyenge ködben fotóznak, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Na, mi van most a villamosokkal? Mondjátok meg nekem, hogy találkoznak ezek frontálisan? Mi ez a nagy villamos törési hullám? Itt a sofőrök elkezdték letörni a villamosokat, hogy le tudják őket biztosítóztatni. Szegeden törtek villamosok. Úgyhogy találkoztak, összeütközött egy villamos egy másikkal, egy tesztvezetésen. 11. kerületben történt a nagy esemény, ugyanis az van, hogy megérkezett hozzánk a világ leghosszabb villamosa. Ja. Így kezdődik, amire minden villamosvezető fel akart ülni, nagyon büszke a dologra. Iszonyat jól néz ki egyébként. Nagyon jól is néz ki, és nagyon jól lesz, meg a tömegközlekedés fellendíti, de az van, hogy nem tudod, hogy hol az eleje, mert hát nagyon hosszú. Uh-huh. Bár szerintem mondjuk előről vezet egy villamos. Igen, a sofőr középen ül, tehát nem érzi az elejét? Nem érzi az elejét, és ő belement az előtte haladónak a tebekébe. Ó, basszos. Kicsit megcsókolóztak egy picit. Hogy valószínűleg az lehet, hogy a tarlós a főpolgármester írja hatalra, hogy felszisztent, és zavart érzett az erőben, tudod, ez a úristen, mint hogyha milliók sikoltottak volna fel, és aztán pedig csönd lett. Nem értem, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamos? Egy villamos olyan hosszabb, mint a villamos megálló ér. Tehát lehet az 6 kilométeres, ha a villamos megállóban csak egy bizonyos szintig tudsz beállni. Mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát nem minden villamos olyan hosszú, amilyen az adott országban egy-egy megálló? Hát hiába hosszú a villamos, ha lelóg a megállóról. Ez tényleg nagyon hosszú villamos, ez olyan hosszú villamos, hogy két megálló között csak gyalogolnod kell. A villamoson. Tehát kettesével áll meg. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy leáll a Blaha és az oktogon közé, és nem mozdul. Így most átsétálsz. Amikor átsétálsz, becsukja az ajtót, megy arrébb, megy egyet, illetve kettővel, és ott megint. Ennyi a lényeg, hogy az egyik ajtaja a Blahánál van, a másik ajta az oktogonnál. Tehát nem mindegy, hogy melyik ajtóhoz állsz, annyira hosszú. Hol akarsz lesz az oktogonnál? A hátsó ajtóhoz menj. Hol szállsz a Blahán? Menj előre. Az első ajtó már a Blahán van. És ha esik az eső, felszállsz, átsétálsz és leszállsz a Blahán. Ennyi. Értem én. De nincs aberráció, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa. Hát ha vannak rövidebb villamos megállók, akkor ott nem tud járni, nem? Uh-huh. Vagy, kérdés. Vagy minden villamos megállót például a kombinó vonalán úgy építettek meg, hogy a világ leghosszabb villamosa beférjen, és ahhoz képest, ha rövidebb megy, az befér, ha pedig a világ leghosszabbja, az is? Hogy vagy azt mondják a világ leghosszabbján, hogy csak a két első ajtót tudod használni. Mert nyilván így történik. Van egy rossz hírük, igen, a 8 ajtót nem lehet használni, mert nem ér be a megállóba. Az első két ajtón van a leszállás. Aki sokat utazik, az menjen hátra, ahol nem nyílnak az ajtók. Ott meleg is van addig, tök jó. Ki tényleg így van, a végállomástól végállomás, hogy mész, akkor menjél olyan helyről, nem nyílnak az ajtók. Leszállás, felszállás csak az első vonal. Nem az első ajtónál. Nincs lögdösödés. Hány méteres hosszú a világ leghosszabb villamos? 400, 500, 3 kilométer? Mekkora ez a villamos, hogy a világ leghosszabb villamosa? Állítólag 345-en utazhatnak rajta egyszerre. Ezt valaki számolja? Tehát ott áll az ajtóban majd valaki, és azt mondja... Szerintem ez a korrekt válasz, igen. Vagy ez a max befogadó képesség, hogy mondjuk ennyi személyes. De hát nyilván lehet ez több is, ha felzsúfolják magukat az utasok. Erre van valami szabvány, hogy ugye összesen hányan állhatnak, meg ugye hány ülőhely van benne. De mekkorából, érted? Mekkorából állhatnak hányan? Hogy én állok, érted? Vagy nem tudom, a hölgy áll. 81 ülőhely van rajta, az egyébként szép.
Na de amire ki akarom kanyarintani picit a dolgot. Picit olyan volt mint annak idején, ahogy hívják, láttam, a Legyen Ön is milliómosba, hogy hívják. Vagy sőt, még inkább Egri Jánosnál, a nyugdíjas bányamérnökök. Na most álljunk meg egy pillanatra. De igen. De most tényleg álljunk meg egy pillanatra, és akkor beszéljük át ezt a dolgot. Beszéljük át, 55 kilós nőt számolnak igen. Ilyenkor, vagy 110 kilós Rákóczi Ferenc? Tessék, felé. Átlagolnak szerintem. Igen. A kettő között azért van egy 3-4 milliárd ember, aki vannak olyanok. Feri szeretné szabványá válni, tehát hogy jelezzék a villamoson, hogy de igen, ennyi nő, ennyi Rákócziból pedig ennyi. Egyik, hogy abból kevesebb fér. Kint lennél ilyen kis fotó, hogy no entry, tudod. Nem szállt föl, mert megbillen a jármű. Mint a liftekben, amikor írják, tudod, egy család, két gyerek, három apuka, négy anyuka, három gyerek, tudod, a liftekben lehet látni. Azért mondd el, hogy tegnap lifteztünk együtt, beszálltunk a liftbe, és a lift, komolyan mondom, a budapesti tejipari vállalatos időszakomra emlékeztet, amikor beszálltunk egy raklap cukorral, Feri beszállt, és így a megnyomtuk a gombot, és így a lift így... A kicsit felsikantott. Egy picit felsikantott, és nem indult el. Hogy túlsúly. Az is ő is azt mondta egyébként Feri, hogy mindjárt kírja, hogy túlsúly, nem tudunk felvenni. És piros lámpa, a kövér szálljon ki. Látunk téged, kamerán, szállj ki. Figyelek. Igen. A kövér szálljon ki. A gyereked maradhat. Van, az apuka szálljon ki. A bébi mehet. A dodgem véget ért. Apuka szálljon ki. Nincs menetirányal ellentétes haladás. Tudod, hogy ezeket mondták be neked. Na. Térjünk vissza a villamosra. Szóval az egyes villamos vonalán jár. Ez azt jelenti, hogy tavaly, ha jól emlékszem, felújították a megállókat. Igen. Ami arról szól, hogy egészen tudatosan gondolkozik a BKK, hiszen ők akkor már tavaly tudták, hogy megveszik a világ leghosszabb villamosait. Felújították a megállókat, és ezek a villamosok most beférnek egyébként, mert ha a világ leghosszabb villamosa, akkor a világ leghosszabb megállói nálunk vannak. Igen. Ugye? Nagyon jó, nagyon ötletes. Tehát az egyes villamos vonalán vannak a világ leghosszabb megállói. Bizony. Nem lehet hosszabb a megálló, ha nincs hosszabb villamos. Lehet abban az értelme. Esetben, hogyha mondjuk a villamosnak a hátsó traktusára rá lenne szerelve egy mobilperon. Egy hordozható mobilperon. Ami ugye beáll a rövid megállóz, és akkor ezzel kitolja. Nekem egyébként ezek a bevásárlások nagyon-nagyon tetszenek. Annak idején a kettes metró vonalán történő kis javítgatások tetszettek a legjobban, amikor kiderült, hogy az újonnan megvásárolt metrószerelvények nem tudnak kanyarodni. Nem tudnak kanyarodni, mert sajnos egy nagyon picit szorulnak ott a Pillangó utca utáni szakaszon, és aztán a következő történt, kimentek, és ilyen bontókalapácsokkal itt ott levettek a sarkakból. Az most miért a villamos vagy a metrószerelvényből nem tudsz levágni? Az is igaz. Az megvan, amikor a sofőr hívta a diszpécsert? Bérász, hát beszorultam, menj, hagyjál, mondom, hogy beszorultam, hát nem tudsz előre, sárra beszorultam, hagyjál, nem szorultam, lebeszorultam, mert na, szóval állt a próbaidő alatt, ugye, hát próbaidőn volt a villamos, és próbaidő alatt tették tönkre. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szintén dolgoztak, csak egy járókelő Jani, mert János újra itt engedett, akik dolgoztak próbaidő alatt, és elrontottak valamit. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valahova te felvételizel, és azt mondják, hogy rendben van, akkor egy-két hónap próbaidő. Ha korrekt a munkahelyed, akkor mondjuk 3 hónap próbaidő után fel is vesznek, és nem küldenek el, és nem hívnak valaki újat próbaidőre. De talán vannak olyan hallgatóink tényleg, akik szintén elrontottak már valamit próbaidő alatt, akik egy kicsit bénáztak, akiket aztán végül nem vettek föl, mert vagy kárt okoztak a munkahelyen, vagy valami olyat tettek, ami miatt meghiúsult az a vágyuk, hogy ugye hát azon munkahelyen tudjanak dolgozni. Mert állítólag ez is ugye hát próba időn történt. Most nem tudom, hogy a villamos próba ideje volt, vagy a dolgozó volt próba időn minden esetre. Biztos nem próba idős dolgozóra nem bíznak. Nem bíznak egy ilyet. Igen. Hogy mi történik a próbaidő alatt? Ez ma is megy még, nem? Hogy próbaidőre hívnak 3 hónapra. Kell, így ugye? Van. Így van, szinte minden szakterületen van szerintem, vagy 1 hónap, 2 hónap, 3, de van akinek ezen végig kell menni. Igen. Neked volt próbaidőd, János? Valamikor dolgoztál próbaidőn? Te iparban? Vagy téged azonnal felvettek? Azonnal felvettek. Hát nekem ugye azért nem volt próbaidő, mert gyakorlatilag 4 éven keresztül tanultam a szakmámat, és nekünk voltak olyan szakmai gyakorlatok, amelyek során ugye egy ilyen idősebb kartárs mellé beosztva elsajátíthattuk a különböző munkafolyamatokat, de hát azért az első nap, amikor egyedül hagytak a Pasteur mellett, a kakaófőző üzemegységben, a budapesti tejipari vállalatnál, azért ott egy szó átvétés volt, értelmében is becsokiztam, mert azért, amikor mondják, így lentről hallott, hogy valaki a hollander kulcssal ütögeti a csöveget, és küldjek be a
kakaó, te kis töcsök! Tudod, és azért az, akkor be tudsz feszülni, és megnyitsz mindent, amit csak meg lehet, és akkor, hogy orrán száján dől a rendszernek, itt megy az izocukor, ott megy el a tej, csak a kakaó nem megy le a gépekre. Azért ott lehet feszülni. És akkor másnap ezt tetézed azzal, illetve mondjuk az élmény tetéződik azzal, ilyen rossz magyarsággal fogalmazva, hogy bemész és az éjszakás ott fekszik keresztbe a kakaós zsákokon, teljesen kiütve, igen, ennyi, lehúzod a zsákokról, és akkor még megcsinálod azt a műszakot is, amit ő elfelejtett megcsinálni, azért, mert mit tudom, hogy névnapot ünnepeltek, azon a héten már negyed. De mitől ütötte ki magát? Túltolta a kakaót? Hát igen, egy holland kakaó forjad, és felszívott belőle három csíkot. Kicsit megártott neki. Igen, na, de visszatérve erre a villamosra, hogy ezt is próba úton törték össze, azért a szörnyűlet, képzeljétek el szegény vezetőt, nem? Hát most gondold el. Rád bízzák, megjön, átadják, ott a híradó, mindenki kim van, köszönő beszédet mondanak, tényleg minden nagyfejes ott van, beülsz a Willingerbe, nyomsz egy kövéret, és úgy, ahogy van, lezúzod a villamost. Azért az kemény. És képzeld el, amikor a három hónapos próbaidő végén nem vesznek fel, és ugye van egy áru visszavétel, illetve pontosan visszaveszik tőled, jó, akkor volt egy munkaró, egy bakancs, igen, meg egy villamos. Eleje. Igen, meg a villamos eleje 458 ezer forint. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha ti voltatok próbaidőn valahol, akkor mi történt veletek? Mi olyat követtetek el a munkaadótok ellen, amiért aztán hát benneteket nem vettetek föl, összetörtetek valamit, neki mentetek a targoncával, kárt tettetek valamiben. Nagyon sok ilyen történet van, szerintem. Meg vagyunk. Igen. Szerintem meg vagyunk. Mi történt a próbaidőn? Mi a neved? András vagyok, Pusztai András. András! András! Na, mi volt a munkahely? Ez a Sopronkövecs, Autolív Kft. És ilyen laboros voltam. És jött a idió elvatott főnököm, azt mondja, szondázni kell. Mondom, megütötted magad, te dög részeg vagyok, minek küljek? Minden nap találunk egy gyöngyszemet. Szondázni engem? Igen. Na, most minden, az egészek azt mondja, hogy szervezem meg a szökésem a szerályból, és akkor adjam odaadt a cselédkönyvemet, kipizett a gubától, ami 600 forintot. Jó jártam, hazabírtam jönni. Az vége. Meggyőtt a mutatvány 3 nap alatt. De mit kellett csinálnod? Tehát mi lett volna az eredet? Laboros voltam. Laboros. Nagyon ügyes. Laboros voltam pontosan 72 órát. Aha. Az 3 nap. Igen, ez igen. Mértem. Mit kellett laborálni? Hát ilyen öntvényeket mértük be, hogy a Verda el tudjon indulni, nem ilyen törés rajta, meg ilyen blablabla. A lényeg az egésznek az, hogy mentem dolgozni. Jött a spanom, azt mondja, Smokencs, mondom, mondjad. Micsoda, várj, hogy hívták a spanodat? Smokencs. 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 Azt mondja, vedd ezt ebből a mezei harmadosztályból. Adj egy picit, mondom. Akkor jött ez a idió elvetőnk. Várj, hogy csak elemezzük, a mezei harmadosztály valami jó kis drink volt? Tehát valami, hogy beteszel nem, ez a tablettás istenpozal. Ja, bocs. Ja. Igen, értjük. Igen, beteszel valamit a mezei harmadosztályból. Jegyzett egy felé ezek jó dumák egyébként. Hát nem biszkit adott a rohadalom. Igen, és na, akkor beverték 2-t? 3 decit. És úgy mentél laborozni. Hogy szokd. Hogy mondod? Úgy mentél laborozni, hogy benn volt már 3. Igen, na, szóval nem veszem észre a hajszárepedést. Észreveszek mindent. Nem veszed észre így a hajszárrepedést, óriási. Észrevettem volna. Ilyen ellenőrző szekta volt. És akkor jött? Fölvettem a távcsövet, nézem a hajszárrepedést, nincs, de volt. 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 Ez volt a bukta. Smoker is ott dolgozott? Smokencs is ott dolgozott, de az is jött benne, megszervezte a szökését, ő is a szarájból. Nem volt. Nem voltunk biztonságban. És te és Smokencs benneteket egyszerre tettek ki? Igen, mind a kettőnket, csak én hamarabb eljöttem, mert siettem. De mert siettem. Smokencs is drinket? Bevert 3-at ő is? Ő többet szerintem. Azért jött lassabban. Tehát elhagytátok egymást az úton? Nem. Kicsit lelassult. A gyárba hagytuk el egymást. Az úton nem, mert mentünk a következő spíbe. Jaj, nagyon jó. És hogy volt a szondás? Mondta a csáv, most hozza a szondát? Azt mondja, fújjak bele. Mondom, minek? Hát ittam. Azt mondtad, igen. Hát nagyon szeretem. Csak tudom, hogy részeg vagyok. Ez egy rövid próbaidő volt. Nem voltam részeg. Hát nem, hát 3. Csak le voltam lassú, agyilag. Nem mindegy. Így van, a tablettás IF-től. És mi van most Smokencsen? Merre van most? Mit csinál? Próbapekvésen van a temetőben, úgy bebaszott. Ja, de jó. Oké. Okay. Jó, most tartozkodjuk a ronda szavakba. Annak a best of-ra majd ügyelj. Jó van, oké. Okay. Csak a beszél nevedet, hogy ő Smokencs és te? Én meg a Ali Fraser vagyok. A Fraser? Ali Fraser? Ali Fraser, igen. Ali Fraser, de azért, mert mindig luftot ütök.
De jó, hogy megismerkedtünk, én Ali F. Tyson vagyok. Tudtam, hogy ismerlek. Ugye? Ali Frazier és Hat Smoke Kent. Nagyon jó. Én már megvan, megvan a nap története. Nagyon jó. Na, hát ilyet írjatok nekünk, jó? Hogy mi történt veletek és Smoke Kent-sel. Csak idézhető legyen. Igen, idézhető legyen. A próba idő alatt. Jó? Miben tettetek át? Mit törtetek össze? Mi az, ami nem sikerült, és miért nem vettek fel benneteket? SMS számunk 0670-645-0000. A következő dalt a hírek után Smoke Kent-sen küldjük. Ez itt a Morning Show. A Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz, 3 perc múlva pillanat. Jaj. Írtam csak közben valamit. 3:49 lesz, 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Vajon mit csinál a Smoke Kent, gyerekek? Smoke Kent. Hol lehet? Hol lehet? Próbafekvésem van. Próbafekvésem van már? Nem? Tessék? Detoxban van Smoke Kent. Ja, hol Ali Frazier-től kapjuk az információt. Valaki írt, hogy Ali Frazier-t már szóivőnek. Tehát... Na, itt vagyunk még mindig Esztergomban, drága esztergomiak, tessék nyugodtan töltögetni, szelfizgetni valamelyik autóval, jó, megmutatni a hostess lányoknak, kitölteni ilyen kis nyereménykártyát, ez nagyon fontos, bedobni a kis urnába, hogy szoktuk mondani, 3-4-10-kor pedig valakit kihúzunk, aki már-már autótulajdonosnak érezheti magát, Pestre kell jönni ugye pénteken, mert hogy pénteken a West End előtt leszünk, november 13-án, és hát ott dől majd el, hogy ki az autó tulajdonos. Akik SMS-ben jelentkeztek, azok holnapig jelentkezhetnek, holnap kihúzzuk majd az SMS nyertest is, és még pénteken a helyszínről is választunk valakit, aki szintén kap majd egy kulcsot a kezébe. 10 órakor Vastag Csabi a színpadon, a Class FM Morning Show színpadán, 9 órakor pedig Super Stereo. Super Stereo, ők lépnek majd fel. 3 dalt nyom mindenki, vagy 4 dalt, de nagyon, nagyon szeretjük őket, úgyhogy ők is jönnek. Akkor mégsem jön a Szupcsi Stereo? Szupi Stereo? Nem. Super Stereo jön hozzánk, és mondjuk a budapestieknek, hogy veletek is szeretnénk találkozni, reméljük jó sokan leszünk. November 13-a kora reggel, Nyugati tér, West End, 9 óra után ott sorsoljuk majd ki az autót. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy szegény villamos vezetőt sajnáljuk, egyébként nyilván nem lehet könnyű, ha az ő hibájából történt, azt se tudjuk egyébként, próba járat alatt ugye törte össze a világ leghosszabb villamosát, és hát igen, még csak tesztelték ezt a villinget, aztán most jól össze is történt. Szegény történt. Megremegett egy kicsit a felelősség súlya alatt. Igen, de valami nem stimmel a villamosokkal, mert közben Szegeden is két villamos ütközött, az valószínűleg váltóhiba volt egyébként, el kellett volna, hogy kanyarodjon. Szolidaritásból ők is. Igen, ők is összecsókolóztak. És a próba időről beszélgetünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor hát amikor az ember próba idő alatt követel valamit, friss még a cégnél, újonc, mindenki őt figyeli, hogy teljesít, és hát az ember pedig nagy galibát okoz. Kértünk meneteket, hogy írjatok nekünk SMS-eket, hogy kivel mi történt próba idő alatt. Hát kaptunk nagyon jó kis SMS-eket. Itt van még emberünk? Persze. Ali Frazier? Ott itt van. Már szerintem autogramokat ad, nézd meg. Elsősorban van. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Ha lesz internetem, akkor azonnal mondom. Neked van? Kölcsönadom az enyémet, mit szólsz? Én nem vagyok internetiri. Semmi baj, csak volt benne te? Nem szerencsére. Nincs vele gond, végül csak 3 deci tea ömlött rá. Nem volt benne, na! Meg vagyok, megjavultam, köszönöm. Első napomon szaladtam bele villás targoncával a főnök gipszkarton falu irodájába, átszúrva a mobil klímát. Éltek a próbaidő adta lehetőséggel, nem marasztaltak. Azért az szép, amikor a villástargoncával... Ennyire a főnök ott gépel az író, aztán lehet egyszer csak kijön a falból egy villástargoncának a villája. Az kemény, igen. Azt mondja, festő vagyok, amikor végeztem a szakmunkás ulival, elmentem maszekhoz dolgozni, megkérdezte a főnököm, hogy tudok-e önállóan tapétázni, mondtam, hogy persze. Viccel? Hát persze. Miért vagyok itt? Ez a szakmám, ez a hivatásom, ez az életem. Délután visszajött és azt mondta, szép, de a minták nem érdekelnek? A minták nem érdekelnek. Tojás értékesítő cégnél új sofőr kolléga 2 hónap alatt 3-szor tört el a tükröt, elneveztük tükörtojásnak. Hűrészüzemben kezdtem, dohányzás tilos, 2 nap, második nap sikerült egy poroltóra való tüzet okoznom. Kirúgtak, az elégett fa árát 5 napig kellett ledolgoznom. Karbantartónak jelentkeztem egy céghez, 6 hét után felvettek, első munkanap a kollégák felküldtek a titkárságra a kanyar kulcsért. Üvegajtón kopogtam, de az üveg berobbant, elfelejtettem levinni a lánckesztyűm, nagy igyekezetemben elkezdtem összeszedni a darabokat, szóltak, maga meg mit csinál, felkaptam a fejem, sikerült a dirinek a mogyoróit felütnöm. A diri ennyit mondott, acskónak
nagy vagyok, embernek meg marha, ezt István küldte nekünk. Hát István néha küldözget olyan SMS-eket, hogy nem biztos, hogy igaz. Azt mondja, hogy boltban voltam tanulóként, első nap egy nagy raklap kávét kellett megszabadítanom a rajta lévő fóliától. Mit sem sejtve, belebögtem a szikét a tetején, és csak húztam lefelé a raklap aljáig. Éreztem, hogy valami nem stimmel, mondanom se kell, rengeteg kávét vihettek a selejtbe. Kata küldte nekünk. Aztán én egy szépen frissen kifestett, épp akkor nyitó kávézóban az első napomon véletlen kávéfőzésnél elfelejtettem beletenni a kávézatartót, így az éppen lejött tűzforró kávé berobbant a térbe. Beborítva engem, a falat, a kollégáimat, a vendéget és a főnököt. Nem rúgott ki, sőt, amikor bezárt a kávézó, még állást is kaptam tőle. Niki küldte nekünk. Azt mondja, hogy bankban dolgozom, az egyik új kolléga tanult be mellettem, amikor kiszaladt a mosdóba. Mire visszaértem, teleírta a rendszert olyan kódokkal, amit az elméleti oktatáson hallott ügyelet felmondására. Kérdeztem, ezt miért csinálta az én azonosítom, amire közölte, hogy azt hitte, ez tesztrendszer. Természetesen kirúgták, már nem dolgozik ott. Elmentem egy próbamunkára, majd az első nap, az első 5 percben leveltem a bakról az egyik oldtimer autó metálfényű lökhárítójához. Autófényezőnek akartam tanulni, elsúnyogtam. Érte nekünk egy hallgató. 5 csillagos vidéki hotelben voltam próbaidőn, mint melegkonyhás szakács. Kb. 2 hét ment el, ki kellett mennem a büfét tölteni a reggeli alatt. 500 fő, hatalmas káosz. Én meg egy porcelán tálcán vittem ki a felvágottat. Egy óvatlan pillanatban egy üveg borosvitrin széléhez hozzáért a porcelán tálca sarka, amiben persze a megfeszített üveg azonnal atomjaira tört, és elterítette, beterítette az éttermet. Az étteremvezető csak ennyit mondott, Tibor, ismer egy jó üveges? Egyébként ez szellemes. Ez jó. 3 évig dolgoztam utána, ott nem kellett kifizetnem. Azt mondja, hogy galvanizáló üzemben gurítottam 4 egymásra pakoló ládát, amik tele voltak kész anyaggal. Nem kellett targonca, se csúsztak az ablak rendelések. 2 nap céges autóval 45 ezer gyorshajtás, 1,5 hó totálkár a céges kocsival. Rendesek voltak, maradhattam. Peti küldte nekünk. Hát le kell dolgozni a kárt nyilván egyébként ilyenkor, nem? Szerintem igen, persze. Lezúztam targoncával a gyártósort, 2 milliós kár csináltam, nem kellett fizetnem semmit, ezt Toma küldte nekünk. Cukrászdában dolgoztam, 2 hét után összetörtem a sütispultot, 600 ezer forint volt. Azt mondja, ki akartam kergetni a legyet a sütikről, nem sikerült. Az a lelkes, igen, tudod, a lelkes. Ott az nem volt elszántság. Nem hiszem. 6 kilós légyüldözés. Próbaidőm első napján egy drogériában leöntöttem a biztonsági őrt málnás ásványvízzel. Ennek ellenére felvettek. Azt mondja, hogy szállodai recepciós voltam, a vízforgató helyett a medence vízleeresztőjét kapcsoltam be. Új. Az milyen? Egy teljes, hát egy nagy medencényi víz, nem tudom, egy hány 10 000 liter, örültek. Ne! Csak tisztítani kellett volna. Igen. Munkatársam elrontott a CNC gépen a méretet, minek következtében 3 köszörű követ robbantott fel. 1,5 milliós kárt csinált, gyorsan megköszönték neki a részvétel. De ezért akkor nem a te hibád? Hát most miért nem szól se? Nem, miért nem szól valaki, hogy ne robbans be azt a rohadt követ? Igen. Hát most nem? Hát de igen, csak hogy joggal várják el, hogyha mondjuk jelentkezel egy munkára, van is ilyen szakképesítésed, hogy talán értesz is az a munkához, amire felvettek. Valaki azt írja, hogy Ali Frézsert és Istvánét kéne összekapcsolni egy beszélgetésre. Igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon-nagyon jók jöttek, köszönjük szépen. Mi most mutatjuk a 3-as ugrás beugrót, úgyhogy mindenki figyeljen. Ez a beugró a 3-as ugráshoz. Na, most jön, figyelem. Újra! Na. Újra és nem kell. Ki kapcsolja be mindig a fűtését? Laci. Szereti. Ki? Fázik a Laci. Nem, hát egy gyereket fölnyomott. Egy gyereket fölnyomott az anyukája az üvegstúdióra, csak mondom. Konkrétan megérkezett az üvegstúdióra. Megmutattuk már 2-szer? Nem, vagy csak egyszer. Csak egy volt. Mutatjuk még egyszer. Újra! Jó, ez könnyű, mint tegnap. Ez most egészen könnyű. Így van. Uh-huh. Na, milyen volt a Hemendex? Isteni, köszönjük szépen. Ha legközelebb tetszik nekem Hemendexet csinálni, figyeljetek. Most köszöni meg. De nagyon tényleg magát. Ad, ez lesz, de, a, igen, ne, amikor nagyon őszinte vagyok. Igen, hogyha legközelebb jövünk, érted, akkor már így tudni fogják, hogy csinálják. Aha, hogy nem fognak túl csinálni. Ugye? Hogy egy picit túl tetszett sütni. Tehát, hogy azt vártam jobban, hogy a sárgájába tudod, hogy belemártod a friss, meleg
Ugye, Pécsi hogy a hála temény. Hányféleképpen meg tud nyilvánulni. De nem? Nagyon jó volt, tehát nagyon örültem, nem. És az meg, hogy nem tudtam normálisan megenni, érted? Hát jön a Anita kollégina itt közben, hogy írjak alá meg. Komolyan, te mennyire gennyes vagy. Hát te mennyire egy gennyes állat vagy. De nagyon köszönöm, csak mondom, hát, hogy lelkét belesüti, isteni volt. Belesüti abba a tojásba, elkecsöl vele, becsomagolja, rád gondol, megcsinálja, idejössz, megzabálod, majd lefikázod. Nem hát zabálta meg, elfogyasztottam. Hát, szépen megettem. Van nem? Neked lelked? Van. Hát milyen ember vagy? Azért mondom, hogy legközelebb. Én legközelebb nagyon óvatosan fogyasztanám el, amit tőlük kapunk ajándékból, illetve tőlük kapsz majd ajándékba. Te is azt tetted, ezt is ők csinálták. Én nem is, nekem tökéletesen megfelelt, nagyon finom volt, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Sőt, de én ezzel kezdtem, hogy nagyon köszönöm. Nem jó, egy kicsit egyébként, hogy Laci jó voltából, nyilván, hogy egy picit itt hagytad volna még az asztalon, akkor megsült volna ez, mert rohadt meleg van itt benne állandóan, de lehet, hogy rendesen hozták, csak a túl melegnél. Nem, nagyon köszönöm, tehát rettetesen hálás vagyok, mert 4 napja kérem a Balást, hogy ezt intézze el valahol. Volt már olyan, hogy egy aktuális születésnapodra nem jött el senki, mert túl sokat panaszkodtam az ajándékokra. Meg se hívom őket, tehát nagyon finom volt. Picit, hogyha kevéssé tetszett volna megsütni, akkor a sonka minősége megfelel? Na, hibátlan volt, mondom maga a Hemendex, csak egy picit túl. Tegyem csak a kezét, aki Feri szerint egy rohadék. Vagy aki szerint Feri egy rohadék. Nem, én szerintem nem rohadékok. Na, hát de legalább, de mert őszintén. Látod, ők becsülik az őszinteséget. Ők becsülik, tehát ott van a hála, ott van a köszönet hangja, de az ember mondja el. Nem, ez csak azért van Feri, mert szerinte rohadék, vagy mindenki más szerint pedig egy mocskos szemétáll. Látod, egy rohadt dög. Hát komolyan mondom, a lelkét belesütött ebbe a Hemendexbe, és ennek semmi. A gyerek szájától vont el az utolsó két tojást, érted? Adi néni, köszönöm szépen, nagyon finom volt. Na, valaki elhagyta az iratait, itt van nálam, ha valaki keresi az iratait, jó? A nevet nem mondom be, mert akkor azt mondja, hogy ő az, aztán lelép itt a személyigazolványa. Mondd a nevet, és hogyha a címet tudja hozzá, akkor ő az. Ott valaki integet. Tiétek a nem, csak szimpatikus vagy neki. Ja, nem, azért, mert hogy fiú, mondom, már azonnal föltetted a kezed, mondom, ez egy fura, durva nem váltó műtét volt. Most mi van? Hadd nézzem már meg. Mi nem kell minden napot? De miért? Személyigazolvány, OPEC adó azonosítójel, minden van bennem. Tudunk jó? Hitelt fölvenni, tök jó. Igen, nem adjuk oda, csak annak, aki bemondja a nevet, egy ilyen barna tárca, úgyhogy gyertek érte. Jó, addig jöjjön érte az illető, amíg még világos van. Ja, üzenti, jól látom, jó. Jelizés. Na jó, minden fontos irat egyébként itt van. Így van. Úgyhogy nem lehet itt nagyon gyorsan személyi kölcsönt felvenni valahol. Ezt mondtam, hogy mehetünk hitelt fölvenni. Személyi kártya, minden. Ott egy bankszembe, bekecsőz gyorsan. Mondd meg, hogy egyedülálló apa vagy itt vagy a gyerekkel. Feleséged elfagyott. Adjanak valami pénzt, föl kell nevelni, látják. Pillanatokon belül felveszel rá hitelt. Amikor a fotó az nem biztos, hogy mindenhol stimmel. Jól van, na, drága hallgatók, nem sokára játszunk még egyet, mondjuk az itt jelenlévő esztergomi hallgatóinknak, jó, mert hogy még a kocka kirakós játékot nem játszottuk, és hármasugrásra is lehet jelentkezni, töltögessétek szépen. Csinált mindenki szelfit valamelyik igen. Autóval? Csináltatok? Nagyon helyes. Csináltok, nem menjetek el a lehetőség mellett, mert tényleg a marha egyszerű beregisztrálni, és hogyha vége egy gyönyörű szép vitor a GLX, akkor szerintem megérte. Így van. És vajon mit csinál most Smokkencs? Ebben a pillanatban, most így, 5 perccel 9 óra, mit csinál most Smokkencs? Most építik ki az infúziós kanülöket. Megyek, jövök a haveromból. Ali Fraser még itt áll a stúdió előtt, de vajon Smokkencs hallgat-e minket? Ha igen, érkezzem a helyszínre, egy ajándékcsomagért. Szeretnénk Smokkencsel is találkozni. Így van. És hogyha egy ápoló áll mellett, akkor hányat lát? 5 perc múlva pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 9 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Még mindig esztergomban vagyunk, úgy látom az adótornyot nem sikerült ledönteni. Nem, de rajta vagyunk. Lehet, hogy a másik oldalról másznak már az ipar alpinisták. Így van, itt vagyunk még mindig esztergomban, és folytatódik a roadshow. Már csak két állomásunk van, aztán nem sokára vége, pedig nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon jól. Nagyon hiányolnak egyébként kint. Mondták, hogy kevesebbet jössz ki, mint az aranyé.
úgy szerettem, hogy egy poénért beáldozol. Tehát, hogy konkrétan kim voltam, dedikáltam, aláírtam, iskolás csoporttól ajándékot vettem át. Igen, igen. Most tényleg rohadékok vagytok, mert egyébként tényleg sokat vagyok kint, és egy poénért az, hogy most ritkán jöttem ki, mint az aranyér, érted? Beáldozol. Úgy állítottok be, mint aki itt ül 4 órát. Beszélgettem, ajándékcsomagot adtam, iskolás csoporttal beszélgettem, dedikáltam, kim voltam. Közben jelölök SMS-t, közben megbeszélem a Lacival, hogy mi lesz 9-10-ig a Instagram oldalunkat, ahol gyakorlatilag csak az én rovásomra mennek poénok. Az Instagram képeket te küldösgeted saját magadról, hogy tegyen csak föl. Mindig csak utólag tudom, szerzek róla tudomást. Mondjál az elmúlt, hogy 8 Instagram képből egyet, ami a te rovásodra ment. Tessék, azt micsoda? Mondja, melyik? Hogy az idősnéri, a DiCapriós? Melyik igen, ment? Azt mondja, hogy... A Nemcsák Károlyos? A szegény Jani, ha ezt látná, hát a törölközök tettem voltak. Hát az most egy törölközök voltak. A csapos képet meg te küldted. Lehet verekedni is, gyerekek. A következő a helyzet, akkor én rábízom a te népedre a döntést. Akik... Nem az én népem, hagyatok már ezekkel a fasságokkal. Tényleg, nem az én népem, hát most hiába mondjátok, voltam kin. Kiabáljon az most egy nagyot, aki szerint Balázs keveset jött ki fotózk. Rohadék vagy, te aki lesütteted magadnak a nyomorúságos tükörtojásodat, nem volt nyomorúságos, nem, nagyon jó volt, csak egy kicsit túl lett sütve. Rohadék vagy, ezt kell, hogy mondjam. Na, én olvasok közlekedési híreket, drága hallgatók, mert én jelöltem közlekedési híreket, amiket ti küldtök. Figyelem az SMS-eket, én veletek vagyok. Azt mondja, hogy nagy baleset van az M6-oson a 42-es kilométernél. Úgyhogy ott vigyázzon mindenki, de nem írják a hallgatók, hogy melyik irányba, úgyhogy nem tudjuk, ha arra jártok, akkor megtaláljátok. Aztán budai alsórakparton nagyon nagy a haladás. Nagyon lassú haladás, bocsánat, ez is SMS-ben jött. Méghozzá azért, mert a Margit hídán még mindig nem lehet felmenni, és tovább dugul egészen a Mozaik utcáig. Aztán azt nézem, hogy M7-es 141-es kilométerénél szintén trafi van, vigyázzon mindenki, 2 kilométeres a dugó az M3-as kivezetőn, a Szerencs utcánál, az okát egyelőre nem tudom. M5-ös bevezető szakasz áll, régi M0-ás lejáratnál építkezés, Ati küldte nekünk. Gyömrői úton mérik a kifelé menőket, a Kőhíd előtt küldte Zsolt. Nem jár a metró Újpest és az Árpád híd között, de már jár azóta, János megnézte, köszönjük szépen. Új körforgalom elkerülő, mégis beleverhetjük a gondolatunkat, ez Baresz írta nekünk, ez a 10-es útra vonatkozik, valószínű ott is nagy a dugó. Aztán M5-3-as 58-as kilométer Budapest felé teherkülső a középső sávban, nehéz elkerülni, ha kanyarban van, akkor nem veszitek észre, Andi küldte nekünk. Egerben az Egri úton KPM mind a két irányból suhanc, üzente nekünk Hello srácok felkiáltással, és az M1-es 140-es kilométerénél a külfeletti hídról mérik a Hegyeshalom irányába tartó sebességét. Na, Hát ki az Isten? Ki az, ezek aki az SMS-ek, érted? Ezek az SMS-ek azért kékek, mert Bali munkálkodik. Mert Bali munkálkodik, és tartja a kapcsolatot a hallgatókkal. Látod, hogy milyen csodálatos ember. Te megrottosod itt, te aljas. Ja, nem figyeltem, volt valami? Na, drága hallgatók, azt mondja, hogy küldjétek a szelfiket, jó? Illetve pontosabban ne küldjétek, csak nézzétek meg a szelfit, vagy mutassátok meg a hostess lányoknak, és aztán a kis jelentkező lapokat küldjétek el, vagy dobjátok be az urnába, vagy csináljátok bármit, de az a lényeg, hogy 3-4-10-kor bent legyen a nevetek. Ez nagyon fontos. De csak akkor szeretnétek egy karakteres, kellemes autót, ami nagyon-nagyon praktikus, sok célcsoport számára. Egy irgalmat, vagy csapatos szépületát. Na, játszunk egyet, egy kocka kirakóssal. Menjünk ki, összkerék meghajtással, mintha egy vitora lennénk. Felhívom a figyelmedet a burkolt reklám kategóriára. Na, elviszük a kockákat innen. Kik a játékosaink? Jöjjenek ide, mutassák meg magukat. Ja. Emeljék fel a kezüket. Hányan vagytok? Feri, Tar, hello. Ott vannak a játékosaink. Hello, honnan? Sziasztok, ciao. Esztergomból. Esztergomból, hát ez egészen váratlan és egészen meglepő. Nagyon, igen. Hogy hívnak? Zsuzsi. Zsuzsi, hello Zsuzsi. A másik csapatunkat? Én Dolores. És? Dolores. Azért előre nincs menekülés, mi, baby? Nagyon. Dolores, te mivel foglalkozol? Ruhatervező vagyok. A betyárját neki. Akkor ez művésznő, ugye? Nem, így hívnak. Katona Dolores. Aha, a cigánya is ez. De édesapád flamenco táncos volt? Nem, de lehet, hogy van. Spanyol gitáros. Igen. És ruhatervező vagy. Ez igen. Egy saját kollekció? Így van. Vagy? Így van. Tudatos? Tudatos. Nem sötétben rakta össze. Tudok sötétben is összerakni. Nagyon tetszik a neve Dolores. És akkor ti vagytok a másik csapat? Igen, mi vagyunk. Ti vagytok a másik csapat. Doloresék és?
Zsuzsi Dolores. Jól van. Na, a játékunk lényege nagyon egyszerű, igazából kockákat látok, 6 oldala van, egy értelmes képet kell kirakni a 4 kockából, úgy, hogy a képek stimmeljenek, tehát ne legyen töréshibás az autó, ne olyan legyen az autó, mintha már 3-szor lebiztosították volna, rendben menjenek ugye a vonalak, és hát passzoljon a kocka a kockával. És ami fontos, hogy meg kell mondanotok, hogy melyik autót akarjátok összerakni, igen, a Suzuki igen. modellek közül, tehát Jimnyvel akartok hétvégézni, Vitarával, S-Cross-szal, és Swift-tel. A Swift-tel. Pontosan így van. Nagyon fontos, hogy a Suzuki helyi képviselő is felismerje az autót. Igen, ez az övéké. Tehát, hogy ne rakjatok új modellt össze belőle. És nagyon egyszerű amúgy, hogyha megnézitek, mert minden egyes autónak a képén, pontosabban az elején, ugye ott a rendszámtábla helyett ott van a márka név, tehát nem lesz nehéz arra támpontra támaszkodni, összerakni. Kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, Ali Frézsert minden rendben találta. Nem vagy Ali, minden oké? Okay? Csak ronda szó nélkül. Szuper. Nagyon jó. Na. Nem volt könnyű, de kicsúszott. Bármit mondhat a sorsolási bizottság elnöke, csak ronda szavakat ne mondjon, abból már nekem is. Nem lehet. Nekem is kicsúszott egy mondja, Zsuzsi? Hogy titeket nem lehet kirakni kockából? De már többször szeretek volna. De az a baj, hogy akkor nem tudsz kivel elmenni hétvégézni, mert döntened. Veletek. De hogy hárman mi nem járunk együtt hétvégén. Az autóba. Ja, te meg mi hárman. Nagy buli lenne. Az a baj, igen. Hogy azon János kicsit megint felhúzza magát. Ez tegnap már ugye megtörtént, hogy egyébként teljesen tudatlanul, mi nem tudtuk, de hogy kicsit le van hagyva a képről. Ki? De hogy tényleg, tehát, hogy egy ilyen netto 38 kilót a testemből levágtak. De úgy, hogy konkrétan a másik oldalon egy légüres tér van. Tehát nem értem. Így elfértünk de hogy a Feri miért van rajta teljes testi valójában? Mert szép a testem. Kicsit olyan, mintha félrelökött volna. Félrelökött volna. Csákó Márko, itt vagyunk, szevasztok! Nem, csak egy biciklis. Ja, igen. Na, azt mondja, hogy Zsuzsiék, kezditek akkor? Kezdjük. Na kezdjétek, melyik modellt néztétek ki magatoknak? A Vitarát néztétek ki, jó. Köztetek milyen kapcsolat van egyébként? Baráti. Van ilyen? Baráti. Nő és férfi között? De szexből lett barátság, vagy majd lesz szex? Ugye ez a két dolog típus van, tehát az, aki barát, barátiból lett szex kapcsolat, majd utána baráti. Így jó? Igazad van? De visszafúrnád magad. Nem, már nem. Ugye, ez az evolúciója. Barát és aztán szex, és aztán rájönnek, hogy jobb volt barátként, vagy először kezdenek barátként, és aztán rájönnek, hogy szexeljünk, de az nincs benne, legyünk újra barátok, vagy éppen pont fordítva. Tehát olyan nincs, hogy csak barátság. Valami volt előtte, vagy lesz, nem? Ugye? Volt. Én nagyon szeretem, hogy te ezt így azonnal beáldozod, Zsuzsit. De olyan nincs, hogy mondjuk egy szilveszteri partén már mondjuk ilyen hajnal 2 kor, amikor már csak egy apuka táncol a kislányával a parketten, mindenki más meg magra, oda söndörötök egymás mellé, és azt mondod, hogy emlékszel, hogy milyen jó barátok voltunk régen? Nem, ilyen eddig nem volt. Mennyi időt voltatok együtt? Nem sokat, fél évet. Ugye? És fél órát. Fél évet. És ki mondta ki először, hogy basszus, térjünk vissza az eredeti állapothoz, jobb volt ez barátságnak, jobb volt ez, mikor és, nem volt és semmi. És inkább nézzen egy irányba a fejünk. Rég volt ez, rég nem volt. Tudjuk. De milyen jó, hogy utána is meg tudtatok maradni. Ez egy érdekes dolog. Na, oké, ennyit a magánéletetekről. Köszönjük szépen. Jó, hogy a játékra már nem sok idő marad. Szerintem még valami. Igen. Játsszuk akkor érte. Egyet, fogjátok meg a kockákat. Jó. Ne, kicsit tegyük arrébb. Mi próbáljuk leközvetíteni, hogy mi történik. Miért nem tudod egy 20 centivel korábban megállítani, tudod, ez a... Most is megyek be a hízébe, megyek be, el. Jön be, Rákóczi Feri, van. Nem Rákóczi Feri, bejön a stúdióba, és így jön ki, és egy ilyen betyáros mozdulat, hogy meglöki maga mögött az ajtót, tudod, így az ajtó mögött bezárodik. Most... Hát be akartam csukni. A gyerekek azért, nem tudom, ebből a megszólásból már érződik, hogy 3 napja együtt vagyunk. Tehát péntekre lesz az, amikor konkrétan le akarjuk mészárolni egymást, mert azért itt együtt vacsorázunk, néha együtt vagyunk a szállodába, találkozunk útközben, esetleg SMS-ezünk, tehát ma már érződik azért, hogy jó lesz pénteken, hogy 2 napot nem, külön túltunk. Nem tudatos, most nem. Én nem cseszegetlek. Nem, baj, vagy Győr felé már várom, hogy érek lesz. Itt álljunk meg, nem. Ennél a benzinkon nem. Ne várjad, mert nem velem jössz, ja, tudod, tényleg. Ezek után. Csodálkozó, hogy hát 9 órát utazott már veled az elmúlt 3 napban. Csoda, hogy rácsukja az ajtót, érted? Ahol lehet külön légtérben van, hát még várjátok, hogy 4,5 órát utazás jövő. Ezért van annyi gyereke, már beszélgetni nem akarnak ott. Mehetünk, Zsuzsi csapat? Na, figyeljetek. Jól van, oké, rendeztük a stábbeli hierarchikus viszonyokat, akkor esünk neki a játéknak. Feri? 3-2. Ja, várjál, hát a sorsolási bizottság előtt kell próba jó. Volt. Ja, Frézer visszaszámolsz neki? Frézer adja a visszaszámlálást. Nem, addig nem tudok számolni. Akkor mondd azt, hogy rajta, jó? Na hajrá! Jobbjátok, mehet, na hajrá! Na hajrá! Vitara, az orra megvan, próbálkozzunk, nem lehet tízig, az. Kell még tízig. Na, az igen, Zsuzsiék elkezdték kirakni, forgatják a kockákat nagy lendülettel, egyelőre nem áll össze a mozaik. Nem biztos, hogy ott van az eleje. Figyelj, azért alakul.
úgy kocsi formája. Ugye négy kockából kell kirakni négy darab képet, ami passzol egymáshoz. Aha, nem. Már csak egy kép hiányzik. Na, még egyet. Nem. Igen! És ott a júj megvan! Nagyon jó! Így van! Már vihetitek is ez a TV tarát. Jó, mennyi az idő, Feri? Már ugye te mennyi idő alatt volt? Hát kérlek szépen 20, 9 óra 20, de egyébként 25. Jézus, és te jött utoljára a hotában olvastam 8 Igen, és akkor is nevettünk rajta. Nem, akkor mennyi az idő, és mennyi a szúnyog? Azt olvastam, igen. 25 másodperc. Kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, mindent rendben találta? Észrejem, ja. Nagyon szeret, Ali Frézer nagyon jó. Okay. Szerintem, ja. Oké. Okay. Már egy lottó sorsoláson. Óriási. Rendben van minden, hát ezt így kell csinálni. Jól van, oké, okay. Akkor jöjjön a másik csapat. Yeah. Jó, keverjük össze. Keverjük össze, így van. Arrébb tehetem egy kicsit, János. Engem? Ne, maga? Ne. Ha jó fejek vagytok, minket raktok ki, hogy lássátok, hogy tényleg. A fotós mennyire elbánt Jánossal. Tehát, hogy... Megpróbáljuk akkor azt. Jó, még egyszer. Igen, kereszt... Nagyon jó, Esztergom is röhögjön ki. Keresztnevedet mondod még egyszer? Dolores. Hát ez gyereket, ezt imádom. Ali Frézer, Dolores, minden van baj. Na, indíthatjuk Dolores. Hát nem mi. Ja, a sorsolási bizottság elnökét kérdezem. Mit szeretném te kérdezni? Balázsékat. De ne legyen göröngyös a fejük. Akkor hajrá! Köszönjük szépen. Nagyon jó. Így van. Itt van az a két kocka, amin Feri van. Ez a jó, gyerekek. Csak szerda van, de már mindenki meg akar ölni mindenkit. Én ezt szeretem. Apácska! A betyárját mindenki. Ez mondjuk a könnyebb, mint hát egy autó. Igen, ebben van valami. Így van. Arra kérjük a játékvezető urat, hogy értékelje már ezt a képet. Szerinted jól nézünk ki? Hát az ösvény szájú, nem tudom kicsoda, de jó. Kicsoda? Az öntvény szájú. Ösvény szájú, na ez Feri. Nem lehetek én az ösvény. Az ösvény szájú, dehogy nem. Na, mert a szakállanak a két oldalon. Az ösvény szájú. Felhívom Feri új nevére. Hát akkor nem sételek meg, változtatok a programon, bokorarc, tudjok? Az ösvény szájú bokorarc. És még mindig csak nálad tart? Jézus Mária. Mondj valamit a Balázsról. Dök szuper, nekem bejött. A bokor arcú. Nincs a pénzekről beszélt, átmenek másba. Tessék, nagyon jó. Okay. Köszönjük szépen a sorsolási bizottság elnökének. A mit mondod? Az a kopasz kicsoda. Te mondasz? Nem. Mert akkor megváltoztad. A 30%-om, így van. Hát na jó van, bokora, az ösvényszájú. Jó van. Oké, megvan az ajándékcsomag, és megvan egy hétvégétek is, egy tesztvezetés. Hát belőlünk, ugye, mi bennünket raktátok ki. Jó, de örülünk. Én a Zsuzsinak drukkoltam. Mert... Akkor adjátok oda neki. Így van, Zsuzsi lesz. Ja, te is Zsuzsi vagy. Ő is Zsuzsi. Ja. Tehát minden csapatban van egy Zsuzsi, az a lényeg. Minden nőben van egy kis Zsuzsi, szokták mondani. Ja, Zsuzsi, és akkor... Ki megy a kocsival? Nekem nincs autóm, úgyhogy nagyon örülök nekik, köszönjük szépen. Nincs autó? Hát a családdal mindenképpen van három gyerkőc, úgyhogy... De jogsi van, nyugtass meg, tehát nem úgy, hogy autó nincs és jogsi sincs, tehát van jogsi. Jó, azért az fontos, hogy nekem jogsi legyen. Jó, szelfiztél valamelyik modellel? Igen. Melyikkel? A Vitarával, gyönyörű. A Vitarát nagyon szereti mindenki. Hú, a belseje is nagyon szép a dizájn. Adaptív tempomat. Jó, és jól is állna nekem? Jól állna nekem, ugye? Abszolút jól állna. Abszolút jól. Mit dolgozol? Mi varunk egy divatüzlet, úgyhogy egyedi szabóság, együtt dolgozunk. Eszmeraldánál dolgozol a Haciendán. És ott van velünk Zsanuária is, és Leonuária. A Dolores Haciendán kell egy kicsit varni bérmunkával. A Dolores Haciendán csapjuk, így van. Csapatjátok. Arrib. Oké, csajok, na, jó tesztvezetés nektek. Mivel minket raktatok ki, így akkor választhatok egy modellt, megbeszélitek itt a promóciós lányokkal, és akkor három napig tesztvezethettek egyet. Jó? Jó. A jelszó nincs hármasba váltás, kettes hangon, kettesbe üveghangon, 8000-es fordulati tiltásig. Csapassad neki, amit bír, jó? Jó? Jó, szuper, okay. Nagyon örülök neki. Puszilunk benneteket, köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok. Aki még nem szelfizett, mondjuk, hogy szelfizzem. Figyelj, szólj már bokor arcunak, hogy vigye már el a kockát. Ja, ösvény szájú, vidd már nem az én kockán, kis köcsög. Bokorac. Az a durva, hogy ha gegmen vagy, egy évig se tudsz ilyet írni. Nem, sérobolt. Sérobolt. Igen. Na, van egy óvodás csoportunk is, ahogy látom. Iskolás. Pláne, hogy iskolás. Jó, ide túlfűtöttnek tetszik lenni a iskolás nénének. Csókolom, jöjjön ide, drága. Kik maguk?
gyakorló általános iskolából jöttünk. Első A, B és C osztály, közel 60 gyerek, sőt több mint 60 gyerek. És nagyon szép ajándékokat kaptunk. Ugye, mártonnapi lámpást? Igen. Igaz, te aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Készítették. Igen, és hangsúlyozom, hogy én is kim voltam, beszélgettem az óvónéni tanítónénikkel, átvettem az ajándékot, megköszönöm. Ne árul, de ne vér, mert ígértem nektek valamit, de akkor ez nincs. Akkor na most külön azért ülünk a tanárnéninek, hogy... Hogy ezt mondtad, drágám, hogy a gyerekek saját kézzel készítették, mert az egyik lámpa, amit én kaptam, abba bele van írva, hogy Kovács Eszter 5C. Na? No comment! Csúnya bukó! Csúnya bukó! Kovács Eszter 5C! Elsősöknek kell még a segítség. Jó, nincs ezzel baj, persze. Az én gyerekem is nem sokára elsős egyébként. De ez most teljesen mindegy. Na, csak kicsit. Készültek valamivel, ugye? Mármint, hogy a gyerekek nem magáznak, hanem hogy a gyerekek készültek igen, valamivel. Igen, a gyerekek énekkel készültek, ilyenkor szoktak énekelni, és egy német dalt fognak. De máskor soha nem énekelnek, csak Morning Show kitelepülése? Így igaz. Ilyenkor. Akkor, erre készültek egy hete. Akkor 10 óra után majd meghallgatjuk. Na, és köszönjük, köszönjük szépen. Na, halljuk akkor ezt az éneket, na. Jó? Jó hangosan. Latte. Latte? Latte. Sonne mutus sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht. Német, ugye? Aber nur meine Lieben erkennen mich. Oh! Nagy tapsot kérünk ja. Szépen. Ó, de cukik vagytok. Bravo! De nagyon cukik voltak. Miről ez el tudja? Volt? El tudja, igen, mert azt mondták, hogy úgy van, volt, el tudjátok mondani, hogy miről szólt a dalocska? Miről szólt? Igen, valaki mondja el. Lampionról. Ja, a lampionokról. Uh-huh. Jaj, ezt nem de tudok. Cuki, annyira ostoba vagyok, de tényleg. Lampionen, ugye? Ja, igen. Németül. Gyerekek, látom, egy kicsit megvagytok. Ubersön, lampionen, persze. Megvagytok egy picit szeppen, mert nem fog fölfalni a bácsi benneteket, ne aggódjatok. Nem kell félni, nagyon erős ez a kordon, nem tudja áttörni. És itt várakoznak az ápolók is altató lövedékekkel, meg tudják állítani, mielőtt bekapnám valakit. A bácsi légy, hogy gyereket teszik reggelire, de most már reggelizett tükörtojást, úgyhogy már nem eszik van, meg benneteket. Kicsit, ha legközelebb jobb, nem sütnék meg ennyire. De. Puszilunk, köszönjük nagyon szépen, sziasztok. Vagytok, köszönjük szépen, sziasztok. Hello. Köszönjük szépen. Auf Wiedersehen. Jézus Mária. Jézus, igen. Na. Kinderwasser, nincs kövér felnőtt. Na jó. Na jó van. Hármas ugrás, ugye az jön? Így van. Az. Hármas ugrás. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Jó. Kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, már nem vagyunk itt, incsen mehet a hármas ugrás? És lenyomott egy gombot. Nagyon szeretem. Nagyon jó. Ali Frézse, nagyon jó. Hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. De szigorú vagy. Hát miért vagy te ilyen szigorú? Nem vagyok reggel? Szigorú. Na, de nem vagy te szigorú ma reggel. De így, hogy hívnak? Hogy hívnak? Nem a fenét, nem. Hogy hívnak? Kapás Orsolya. Orsi, hello Orsi, honnan érkeztél hozzám? Esztergom. Esztergom, és mivel foglalkozol? Hát van egy fuvarozó cégünk. Ó, egy fuvarozó cég. Mit szállítatok? Bármit. Mindenfélét. Tehát belföld nem, nemzetközi és belföld, igen. Az klassz. Orsi, és a párod is itt van, vagy csak te vagy? Nem, a párom dolgozik. Valakinek azt is kell. Egyébként nagyon érdekes, mert 8 órakor kicsit itt leűrült a tér, mindenki elsuhan dolgozni, aztán ahogy jön a húzás ideje, mindenki szállingozik visszafelé. Vagy megszökött a munkahelyről, vagy addig ivott egy kávét valahol. De hogy most újra nagyon sokan vagyunk. Volt egy 20 perc, amíg így a kicsit az esztergomiak eltűntek, 8-tól fél 9-ig, fél 9-től újra tele van. Újra tele te van is a tér. És reggel jöttél 6-ra? Nem, én bevallom, körülbelül negyed órája vagyok itt. Nem baj, meg bármikor rossz. Lehet jönni. Hatékony de hallgattalak vagy. Benneteket, úgyhogy... Ali Frézser, megvan? Tökéletes. Hogy hívták a barát? Hogy hívták? Smokkencs. Hát Smokkencset imádtuk. Jól van, Orsi. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nem tudom. Akkor mondom, én megnéztem, mert felkészültem, hiszen nekem azt is kell, láttam, és itt voltam, és elolvastam. Így van, ugye? Így van. Nem nehezek. Megnéztem már egy fél órája, nem annyira nehezek. Mehetünk? Mehetünk. Na, figyelj. Ja. Milyen jármű vezetésért rajong Harrison Ford, Bruce Dickinson és John Travolta is? Milyen repülőgép. Így van, így van. És egyszerűen utazni szeretnek váltani mind a három, a komoly pilóta vizsgái vannak ezen a téren. Jó, menjünk-e tovább? Igen, persze. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik ország egyik látványossága Krasznahorka vára? Krasznahorka. Melyik ez az ország? Figyeld, Janit. Szlovákia?
Jól van! Na. Így van, jelenleg nem látogatható, mert ugye volt ott egy nagyon komoly tűzeset, igen, leégett gyakorlatilag az egész vár, de ebben az évben, illetve nem a jövő évben, tehát azt mondja, hogy 2016-ban már újra látogatható lesz, menjen el mindenki. Ott vagy az avatáson, felvidék egyik legszebb vára, nagyon közel van a határhoz, és egy főleg magyar ablak a településhez tartozik. Olyan, mint amikor én a teniszről beszélek, nem lehet megállítani, de ott vagy a váravaton, te vágod át a szalagon. Természetesen. Ott vagy, fotókészül velem. Így van. Jól van. És fejjelem le azt, akinek a cigaretta van. Ez milyen, láttam azokat a képeket, mert az elképesztő. Nem is akarok belemenni, mert csak felhúzom magam. Igen. Harmadik kérdés? Ez annyira durva, mint amikor kikap Roger legalább. Tehát, hogy te azon tudod így felhúzni. Ugyanúgy érzed magad ilyen, ha? Roger, ahogy kiesett, legalább ennyire bosszantó. És egy olyan várhegyet gyújtottak föl, ami nincsenek egyébként fák. Tehát, hogy ez egy tarvágott hegyoldal, gyakorlatilag semmiféle növényzet. De tudatos volt? Kiderült a gyújtogatásról? Ott cigarettáztak a hülye gyerekek. Nem mondod komolyan? De. És leégett szinte az egész vár. És leégett a vár. Atyaisten. Na jó. Na jó. Mit csináljunk a harmadik kérdéssel? Hát, hallgatom. Hát ez sem ment azért olyan könnyen. Tehát kellett egy kis segítség, ahhoz képest nagyon magabiztos vagy. Nagyon magabiztos és szigorú. A fuvarozás előtt nem dolgoztál a büntetés végrehajtásban? Nem. Olyan kis szigorú vagy. Igen. Orsikám, irodalom. Hogy megy az irodalom? Hát, mit nyertem eddig? Eddig? Egy puszit, meg baseball sapkát és pasztartod. Így van. Illetve a bokor arcutól egy autogramot. Igen. És akkor lehet megállnék. A puszit ugye? Látod, neki elég? Aha. Megelégszem. Megelégszem. Ennyi tovább. Irodalom. Ha jó vagy irodalom, ma menjél. Én csak segíteni szeretnék, hogy irodalmi kérdés a harmadik. És hogyha nem tudom? Hát akkor bumoszhatsz egyet, csak el kell, hogy fordítsam a laptopot, hogy az esztergomiak ne lássák, hogy működik a boom szoftver, mert az egy nagyon titkos, nagyon durva szoftver, úgyhogy állj meg, az a legjobb. Jó. Nincs ebbe több. Oké. Okay. Úgyis megkapod az ajándékcsomagot, mert hogy életi település van. Ilyenkor mindig adunk. Oké. Okay. Azt észrevetted egyébként, hogy fajtkakasok költenek a bozódban, Feri állá. Mi volt bokorarc, és mi volt a másik? Sövényszájú. Úristen, Ali Frézsének ajándékcsomagot kell adnunk. Orsi, te is kapsz egyet. Jó, puszilunk? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jaj, de jó. Jaj, Istenem, hát itt is sokat nevetek. Van. Nagyon jó dumák vannak. Jól van. Na, 9:50, drága esztergomiak, mindjárt húzzuk a nyertest, jó? Úgyhogy tessék elmormolni még egy halk imád, szelfizni valamelyik Suzuki-val, ha sikerült, akkor pedig a szelfit megmutatni a hostess lányoknak, tölteni regisztrációs kártyát, mert mindjárt kiderül. Ha valaki nem nyer, lesztek egy páran, jó? Ne vegyétek magatokra. Akkor tessék SMS-t küldeni, mert holnapig még van rá idő, holnap sorsolunk valakit, és úgy azon hallgatóink is lehetőséget kapnak, akik ugye nincsenek itt velünk a helyszínen, holnap például Győröt, aztán Budapesten, hanem valahol máshol SMS hallgatnak bennünket, és küldenek SMS-t. Így korrekt szerintem, hogy az egész ország játszhat az autóért. Így is van, holnap sorsolás, és akkor pénteken jöhet ő. Csákó! Nem, csak valaki beállt egy mozgássérült parkolóba, és neki tudatok. 9:50 pontosan, 3 perccel jövünk, mindjárt a reklám után. Ez itt a Morning Show, a Gyűszi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva a Hello mindenkinek. Drága esztergomiak, itt vagyunk már nem sokáig egyébként, és hát mutatjuk, hogy miről volt szó, vagyis jönnek a nap legjobb pillanatai. Csak mondom egyébként, megint népszerűsködnek, ki van itt a stúdióban, ki tartja a hallgatókkal a kapcsolatot, ki van a fronton, ki áll a gáton, érted, ki van itt, és Feri, nézd a bokorszakáló, dumcsizik, vagy mi, miközben érted, engem most orosz, hogy elindult a megszólalás, csak mondom, jelzem! Figyelj, most néztem a szakálladat, egyébként tényleg nagyon durva. Tudod, azért voltunk kint, mert te nem jöttél ki most, és mi meg aláírtunk. Nem igaz, egyébként kint volt a Balázs is végig. Itt vagyok, csak a bokorszájú lelökött a lépcsőre, amikor jött föl felé. Raj meg! Nem is löktelek le, csak elgáncsoltalak, az nem ugyanaz. Ez a jó, gyerekek, és még csak szerda van. Na, tényleg mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kiderült, hogy ebben a kávézóban, itt mellettünk a Széchenyi téren, itt járt Angelina Jolie, ezt megtudtuk kora reggel. Behasítottunk a kávézóba, Feri bement, és kikérdeztük az oda dolgozó leányzót, hogy mesélj el nekünk, milyen volt Angelina Jolie-val találkozni, evette csokis brownit, ludlábat, pogácsát, tepertőset vagy túrósat, jött-e vele Brad, mit csinált és mit adott ajándékba. Sok mindent megtudtunk. Itt így forgatott van. Egy filmet, és bement ugye a helyi cukrászdába. Két pofára tolta a minyon töcsét. Így van, de milyen minyon. Na jó. És beleakadtunk ugye Frézserbe, akinek haverja Smokkencs, mert arról beszélgettünk, hogy az ember, ha próba időn tör össze valamit, ez ugye baromi kellemetlen, szegény villamos vezető, hát mi sajnáljuk meg, nem is akarjuk őt bántani,
ugye próba út alatt törte össze a világ leghosszabb villamosát. Nem túl szerencsés dolog ez. Szegényként nem is biztos, hogy rajta múlt, lehet, hogy egy kicsit izgult. És ugye kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy próba idő alatt ők mit tettek már tönkre a munkahelyükön. Hát kiderült, hogy ezen próbaidőket a legtöbb esetben nem is nagyon hosszabbították meg, hanem elbocsátották hallgatóinkat. Na és itt jött ugye Ali Frézser, egy arc, ami drága gyöngyszemünk, aki azóta már a sorsolási bizottság elnöke is lett, aki elmesélt egy nagyon helyes történetet. És olyan fazon a karakter, hogy a Rudolf Péter megint fog egy részt forgatni az üvegtigrisből, biztos, hogy hívni fogja. Ja, Csoki mellé abszolút Róka és Csoki mellé Smokkencs és Ali Frézser abszolút benne van az üvegtigris néven. És ő nem szerepet játszik. Igen. Na, mutatjuk, mi történt velünk a mai napon. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 múlt, pontosan 4 perce. Na, az Instára egy közös fotó, gyertek, mert most nagyon sokan vannak. Na, gyere! Mi rákerülhetünk úgy, hogy nem alászol. Hát, nem? Én nem hát ledobjuk a kockákat. Jó. Jó van. Úgy? Na. Én állhatok attól megben. Na, gyertek! Csak menjél, mert nem bízok benned. Miért most miért engem cseszegedsz, de tényleg? Gyere, pokorarcú. Sövészet. És hogy akarsz? Na így. Jó. De okay. Kitakar. Most az lesz, hogy kitakarlak, fogadjunk. Jó, én leállok közétek, jó? Feri, nem tudok a nyakadba állni. Tegyétek föl a kezeteket? De. Mindenki tegye föl a kezét, csak hogy lássák az Instagramon, mennyien vannak. Ja, várja, nem vagyunk benne. Az nem... Jó, király. Oké. Okay. Király. Na. Nagyon drágák vagytok, nagyon cukik vagytok. Köszönjük szépen. Egy kérdésre hívjál be. Tessék? Egy kérdésre hívjál be. Jó. Egy kérdésre hívjál be. Jó. Kicsit kávéház jelleggel működünk. Igen, hát köszönjük szépen. Nem tudlak behívni. Sajnálom, ne haragudj. Sorsolási bizottság elnökét kérdezem, minden rendben van? Azt mondja, szuper. Ali Frézser azt mondja, szuper. Jól van. Sorsolhatunk tényleg? Hogy ne? Igen. Na. Ugye ez jön most, igen. Sorsolás. Uh-huh. Na, akkor kihúzunk egy szerencsés nyertes. Fontos, hogy ha nem nyertek, tényleg ne keseredjetek el, mert ugye hát egy ember nyerhet, és azért itt több százan vagyunk jelen pillanatban a Széchenyi téren. Baromi sokan eljöttetek, köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk. De lehet még SMS-t küldeni holnapig, jó? Ha nem megy, nem kizárók a kettő. Tehát ha valaki beadott egy ilyen kis regisztrációs lapot a hostessajoknak, akkor... Csak sövényszájú beletörte a kulcsot. Sövényszájú a keresztanyát, te! Annyi, hogy a bokorarcú nem tudja ki... Húzzatok innen! Hogy küldjetek SMS-t, ha nem nyertek. Jó, mondom azért, hogy nehogy esetleg... Mondom a bali számát, hogy küldjetek. Na, csalódott legyen, 0-29-4. Na, úgy tényleg így kezdődik a számom. Na, azt mondja, hogy húzunk akkor egy nyertes, egy esztergomi nyertes. Ha nincs itt, akkor addig húzunk, amíg meg nem jelenik az illető. Nyugodjatok meg, semmi gond, tényleg azt fogja olvasni az olvasó szemüveg. Nem kell olvasás, az nem kell szemüveg, na, látod? Nézzük, így, az esztergomi nyertesünket úgy hívják, hogy? Boglár Katalin! Ó, jó, Katalin, itt van valahol, mert ugye az kizárók, hogy a sajnos nincs itt, de úgy látom, hogy már érkezik, közeledik. De nem tudom, hol van. Igen, ott van! Ott van, ott van, ott van! Kisgyerekes anyuka! Így van! Szétnyitom a tengert, mint Móz, a tömeget, mint Mózes, a vörös tenger, nyíjatok szét, engedjék! Igen, így van. Igen, elváz lett volna, hogy a totális érvizét érjed. Van, meg egy tudod. Jó, mint Jónás az Adriát. Úgy, ahogy a Bibliában Jónás az Adriát, szétnyitom én is a tömeget. Hello! Sziasztok! Gyertek a stúdióba. Sziasztok. Hello, gyere. Ó, nagygyermek, kisgyermek. Hárman vagytok. A betyárját. Azt a mindenségét. Várjál, mert itt egy, kettő, három. Tényleg. Bizony. Hát, ha nem ikrek. Másfél. Na, hogy hívnak? Boglárka. 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 Nemka. Boglárka. Talin, igen. Nem, hát ő tulajdonképpen Talin Boglárka, csak külföldön én is azért Boglárka Talin. Nem, ez igazoltatások, mert szokott így feliratni. Boglárka. Katalin. Kata. Jól van. Kata, mekkora a gyermek, akit a kezedben tartasz? 17 hónapos. Mm-hmm. 17 hónapos, és egy másik a pocakban? Igen, ő meg 7. Nem 7. Sokáig vártatok. Nem vártunk sokáig. Ó, és mióta vagytok itt? Fél 8 óta. Fél 8 óta. Az igen. De jó. Apa? Tessék? Apa dolgozik? Nem, apa ott van kint. Hol van a büszke apuka? Szia, apa! Hol van? Nem látjuk, mert nagy a tömeg. Ott van hátul. Ott, igen. Ott van. Ő még nem tudja, hogy két gyerek az nem annyi, mint egyszer-kettő, hanem négyszerese tulajdonképpen. Így van. Egy gyerek, nem igaz, a legjobb dolog kettő, de a csúcsa négy, úgyhogy nyomjátok tovább. Egy gyerek nyugalom, két gyerek állandó káosz. Állandó a káosz. Apa hármat szeretne, úgyhogy. Egyébként az már jó, állítok a sokkal, tehát nem akkora az ugrás. Tehát az egy és a kettő között nagy az ugrás, a kettő-három között már nem akkora. Igen, mert az első már fölneveli a harmadikat. Az embernek csak két keze van.
mindig ezt mondom. Na, és jó lenne lecserélni azt a fránya autót? Ez a helyzet? Hát jó lenne, vagy esetleg második autónak is nagyon szívesen megtartanám én a vitarát. Megtartanád. Hát meg lehet, hogy akkor kell egy nagyobb, ha már ennyi gyermek lesz, hát nem? Igen. Jó lenne egy kicsit cserélni. Jó van, hello, hello, sziasztok, ciao, ciao. Sziasztok. Tudtok-e jönni Pestre november 13-án reggel 9 órakor? Úgy érzem, muszáj lesz. Muszáj lesz, így van, muszáj lesz. Jól van. Most azt szeretem, ők már örülnek, nézd meg, ez tök jó. De még autó, tényleg? Nincs kulcs, van mondjuk 6-ba vagy, azért ez is nagyon jó, de tényleg rajtad van, hogy nagyon szuper a dolog. Az, nagyon, nagyon várjuk. Tényleg, tényleg, az gyertek akkor Pestre november 13-án pénteken, a Hostess lányok promóciósaink, hogy is bárki fölveszik az adatokat. Rakjuk majd össze. Így van, és akkor várunk benneteket pénteken. Jó? Jövünk, ott leszünk. Köszönjük, gratulálunk. Szépen. Gratulálunk. Köszönjük. Pénteken sziasztok. Találkozunk. Sziasztok. Puszi. Rendben. Sziasztok. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello. Na, ez már tök jó érzés lehet, amikor benne vagy. A szűk elitben. És milyen jó fejek egyébként, és milyen korrektek az esztergomiak, mert megtapsolták őket. Igen, nagyon rendesek, tényleg. Eddig egyik városba se tapsoltak, nem. Most megtapsolták őket. Pécsiek is tapsoltak? Nem, tapsol, az esztergom... nem, nem. Esztergomiak örültek a legjobban. Azért itt is van, látom, akinek fáj ez, hogy nem ő nyerte a kulcsot. Mi? Nem, az így, volt a legjobb. Így végig. Nem, az volt a legjobb, hogy itt, ahogy kiúsztuk a nevet, egy házaspár elindult. Ugyan mérgesek voltam. Ezért álltunk itt 6-tól. Igen, ők egy picit mérgesek voltak. Ez benne van a pakliban. Nem nyerhet mindenki, drága esztergomiak. De nem szabad elfelejteni, hogy még ott van az SMS lehetőség, ahogy mondtam, úgyhogy küldjetek SMS-t, mert holnap sorsolunk még valakit azok közül, akik hosszú-hosszú napok keresztül küldözgették valamelyik modell nevét SMS-ben. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show. Jó. Igen. Halló, köszi. Halló. 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 Halló, nem hallottam, kicsit korán kerültél adásba, nem a csöngéstől mondtad? Mit? Ja, nem, bocsánat, amikor, vagy szemérte még egyszer, bocsi. Ki vagytok? Mit akartok? Ki vagytok? Hello, Morning Show, ciao, Feri, Jani, Balázs, szia. Sziasztok. Hello. Morning Show. Nem írtad alá, hogy hívnak. Attila. Attila, nem Attila. Mondtad, hogy Morning Show. Bocsánat, elnézést, megszeppettem egy picit, mikor hívtatok. Nem baj, figyelj, hát ez opcionális, ha az ember mondja, van egy ajándékcsomag, ha nem, akkor szintén ő a naphallgatója, csak ajándékcsomag nélkül. Lehet, hogy elfelejtetted, hogy írtál, vagy nem számítottál ránk. Nem számítottam rá. Számítottam. De írtál? Ír. Persze. Jó. Azt írta nekünk, szegény Brad Pitt még a mai napig könyörög Jolly-nak, mert nem akar neki olyan kókuszgulyót csinálni, ja, amit esztergomban evett. Ezt szeretjük. Nagyon jó volt. Szerettük az SMS-edet. Köszi. Jó. Úgyhogy hát te vagy a nap hallgatója, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. Aj, milyenek vagytok. Nem mondtad, ez a szabály. De köszi, hogy minket hallgatsz, helyileg merre? Siófok. 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 Jól van, ott is hallgatnak minden bennünket. Csókoltatunk, köszi. Köszi, hello, hello. Ciao, hello, 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 hello. Kérdezem arra a sorsolási bizottság elnökét. Igen, meg arra gondoltam, hogy az az ember, aki gyakorlatilag bearanyozta a mi reggelünket itt Esztergomba, egy olyan üzenetet az egész országnak, amivel a holnap reggeli Morning Show-ig túl tudunk élni, tudod? Csak rondaszó nélkül azért. Igen, hogy ne legyen benne semmi. Egy olyan üzenet, amit így az országnak tudnál mondani rondaszó nélkül, hogy holnap reggeli kibírja nélkülünk. Amit akarsz, ami jön, amit gondolsz. Mi, nem értem a kérdést. Ez jó, érted? Ezt nem értem a kérdést, ez nekem elég. Nagyon szeretjük. Csókoltatjuk Smokkencset, jó? Csókoltatjuk. Átadjuk. Imádjuk, szeretjük. Vigyázzatok magatokra. Nektek. Jó? Drága esztergomiak, először voltunk, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy csókoltatunk benneteket, mindenkit. Ó, kezi csókolom, az is milyen helyes. Lányok vannak. Hova nézzek? Igen, sehova. Léci, nem. Bokorszakálú, te sehova. De én még nézhetek. Én, ha gondolj a láncaidre és a bilincseidre, jó, és csak szerégen. Nem én vettem magamra olyanokat, én jól vagyok. Jó, hát csinosak a lányok, gyerekek. Hát azért férfiak vagyunk, ezt megjegyezni. Ennyi maradt, nem? De ennyi. Ennyi. Ennyi maradt. Újra együtt? Hosszú órákon keresztül? Velem nem jön. De majd, de biztos lehetsz. Már kiraktam a csomagodat a izéből, úgyhogy odamész, ahova akarsz, és azzal, amivel akarsz. Végeztem. Jó, na most, nem, most miért csinálod ezt? Vigyi, megvágom a sövényt, ha akarod. Az arcodat. Trimmellek alul felül. Na, holnap tehát Győrben leszünk, jó? Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Pláza parkolójában. Keressetek bennünket. Csabit csókoltatjuk, nincs már idő vele beszélni, a Baházi Csabit. Holnap Győr, holnap után pedig Budapest, Vastag Csaba koncert 10-kor és Super Stereo 9 órakor. Így van, de most még természetesen ne menjetek el, hogyha még van egy pici időtök, mert mi még egy darabig maradunk, mi fölvel nem olyan sokáig, de Balázs délig deditkál, utána pedig stúdiót bont. Holnap 6-kor jövünk, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb